Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Az ember, ha részek, sokkal bátrabban küld üzenetet, és ezen üzenetek ha nézzük mennyiségileg, 60-70%-át részegen állítólag mi megbánjuk. Erről szól egy újabb kutatás. Megvizsgáltak olyan SMS írókat, akik alkoholos állapotban küldtek el SMS barátnak, feleségnek, barátnőnek, és kiderült egyébként, hogy az ember valami olyan tudatállapotba kerül, ilyenkor nyilván megvilágosodik a sok alkoholtól, hogy másnapra az SMS-ek 80%-ára vagy nem emlékszik, vagy megbánja, vagy úgy érzi, hogy nem kellett volna elküldeni. Hát ez milyen szép dolog, mindenki volt már ilyen helyzetben, amikor is ugye hát megírod, felbátorodsz, elküldöd, és vagy holnap jössz rá, hogy mit küldtél, vagy amikor az este hátra lévő részében már józanodsz, és elolvasod újra a telefonodat, hogy úristen, ezt tényleg elküldtem én. Mitől lehet az alkoholol gyagátlást? Valószínűleg ettől, nem? Mert hát szép a világ olyankor, kicsit kinyílik a régi szerelmeidet, visszasírod, és ma indítasz egy és indítod az üzeneteket az exeknek, vagy indítod az üzenetet a főnöködnek, vagy azon kollégádnak, aki egyébként nem merted neki megmondani hétköznap, hogy mit gondolsz róla. Bátrabb vagy, ez igaz, viszont ugye a helyesírási készség és a fogalmazási készség a nulla felé indul, már csak ezért is érdemes visszaolvasni. Akkor van szerencsét, hogyha tényleg nem tudsz egy értelmes szót beírni. De én látok különböző bulikban tényleg ilyen embereket, akik valahogy annyira le tudnak részegedni, hogy grafománok lesznek, és elkezdenek írni. És megkérdezed, hogy kinek is tényleg, de most megírom, most megmondom neki. De ez a főnöknek megy általában. Most a feleségemnek. Hogy rám ez így soha nem jön. Vagy így nem is szoktam sűrűn nagyon berúgni, de ha berúgok is, akkor általában ott van. Mert olyankor elveszik a telefonodra, tudom. De nincs ez a fajta grafománia rajtam, hogy akkor most nagyon ki kell, hogy írjak magamból valamit. Te írogatsz? Nagyon jó, persze. Tényleg? Hát már nem csinálok ilyeneket, de régen még. Már neked is le van tiltva a kimerődő. Van egy nagyon jó app rajta, tudod, ami azt csinálja, hogy ha SMS-t akarsz írni, akkor rákérdez három kérdéssel, és hogyha te túlmész a három kérdésen, akkor enged. Tényleg elküldöd annak a gyökér? Biztos, hogy ezt akarod írni? Érted? És ha a három kérdésen túljutsz, akkor engedi, elküldi az SMS-t. Nem hiszem el. Tehát önmagunkra vigyázó applikáció hogy van, hogy ne írjál hülyeséget részegen. És szorzási, osztási feladatokat kell, vagy lexikális tudás, vagy csak ő kérdez valamit. Nem, hogy... az, hogy ön részeg? Nem. Tényleg akkor azonnal lezár. Tényleg nem ez a három kérdés. És most mondja vissza azt a szót. Tehát a program bevizsgál engem, hogy részeg vagyok-e? Így van, hogy alkalmas vagy az SMS megírására. Ha ez igen, akkor engedi elküldeni. Ha nem, akkor vége. És ha úgy értékeli a program azt, hogy akkor te most ne küldj, nem vagy olyan állapotban. Nem vagy olyan állapotban, letiltja az SMS küldő funkciót, amíg túl nem jutsz a három kérdésem. Kinek ír ilyenkor az ember leginkább? Főnöknek? Szerintem a főnököket osztják ki nagyon. Rengeteg olyan főnök van, aki péntek szombat hajnalban nagyon sok, vagy vasárnap hajnalban nagyon sok SMS-t kap. Exed. De az exednek miért írnál? Az exednek szerintem maximum a csajod ír, nem? Vagy te ki vagy borulva, vagy elhagyott, hát vagy persze, megcsalt. Akkor mondjuk igen, de ha van sértettség, akkor igen. Neki, hogy. Akkor megírod neki, hogy egyébként meg... mennyivel jobb pasival vagy te most együtt, és egyébként is milyen kicsi volt neki. És én nem írok ilyet, hogy jobb pasival vagyok, de igen, de fordulhat. Exeknek, főnököknek, szerintem ez a két kolléga, nem még a kolléga. Kolléga. Ex-főnök kolléga. És kolléga. Ugye? Még így van. Na, nézzük meg, hogy igaz-e ez a kísérlet, drága hallgatók. Gondolkozom, minek ez elmúlt pár évből. Hogyha volt olyan szituáció buliban, esküvőn, bármilyen lerészegedés alkalmával, amikor ti úgy éreztétek, hogy most eljött az igazság pillanata. Most vagytok annyira részegek, vagy annyira őszinték, hogy el kell küldeni a főnöknek, barátnőnek, szeretőnek. Vagy éppen jelenlegi párkapcsolatnak, az is egy dolog. Vagy ez is egy érdekes dolog. Hogy most megvilágosodsz, előgyűjtesz a haverok, felturboztak és elküldöd neki, hogy mit gondolsz valójában. Akkor írjátok meg nekünk, hogy milyen állapotban volt, és mi volt az SMS szövege, ha emlékeztek rá, hogy mit írtatok, nem kell egészen pontosan, csak mit kapott a főnök, a barátnő, a feleség, vagy az ex. Te sem vagy az a nagy küldözgető, nem? Nem. Ugye? Nem. Mondjuk, inni is ritkán szoktál, de hogy nem érzed akkor azt. Akkor én már nem tudom kezelni a telefont, tehát hogy akkor már megkapcsolni se tudom. Nem tudom. Azt vettem észre, hogy te akkor szóban vagy gyilkos.
Tehát, hogy neked... Jó, de akkor ő nem válogat. Viszont nem, én nem bánom meg. Általában nem bánom meg. Tehát, igen, te nálad nem kellett, hogy másfél-két deci borra, és elkezdesz mészárolni. Ilyenkor mindig örülök, hogy azért van köztünk egy olyan kapcsolat, hogy nem én vagyok a céltábla, én csak állok melletted egy szintén. Majd akkor elmesélem, hogy mit mond, amikor nem vagy ott, jó? Az is lehet. Ő nagyon szeret mozizni. Én leállok, fogom a kis boros poharamat, és János. Kicsit megbököd, ott jön, most adjál. Ott jön. És János elindul. Elindul és mészárol. Lesz szép is. Az Istem a 2004-es Sziget Fesztivál volt a legjobb ebből a szempontból, de ezt már meséltem nektek. Kitelepülésen voltunk, akkor még délutáni műsort csináltam a Péter Petrával. Picit és megvilágosodtál? Nem picit. Úgy érezted most, ha világosodik az ember, az nagyon világosodjon meg, és a tankcsapda koncerten pedig ráadásul főnökre vonatkozó információk is elhangoznak, ugye vannak olyan dalok, amelyek... Hát a Szigeten az ember, igen. Na, és én már jó voltam, és akkor éreztem, hogy az akkori jelenlegi programigazgató úrnak kell írjak egy SMS-t, ami után mondta, hogy akkor mindenféleképpen beszéljünk, és ráadásul az volt, hogy elkezdett hívogatni, én meg tudod, kinyomtam. Hú, de rossz, ez a nagyon rossz bátor részek, tudod, aki kinyomja. És utána írtam neki, hogy most megalázó lenne, beszélgessünk, értsd meg. Hú, és ez az érzelmes, ez a nagyon rossz részek, aki kicsit érzelmes, kicsit sértődött, kicsit, de azért be akar olvasni. Most mindenért megkapod. És kicsit kéreti magát. Mindenért megkapod, na ez voltam én, a tankcsapda koncert, mondtam, nem gondolod, hogy meg a Lukácsot hallgatom, és nem téged. Ilyeneket írtam neki, szerintem nagyon örül. És az idő jó, de rossz a hely, és... Igen. Amit mond a tankcsapda, igen. Hát ezért mondtam, hogy oda vonatkozó szövegrészek voltak, és akkor így és azt hitted, hogy kirúg, és azt mondta, nem, a büntetésed lesz, még 4 évig ugyanezt a műsort kell csinálnod a Petrával. Ha nem, jó volt. De ez is jobb egyébként, hogy ezt küldted el, mint hogy azt küldted volna el neki, hogy Györg összelepedött velem. Igen, ez is egy tankcsapda szöveg. Ja, igen, nagyon jó SMS-ek vannak. Leittam magam, mert kiderült, hogy megcsalt a barátnőm. Megírtam neki, hogy egy utolsó ribi, és hogy fájjon neki azt is, hogy a húga sokkal jobb volt az ágyban. Anikó helyett anyának ment, volt nagy csend a húsleves felett vasárnap. Ezt Dave küldte nekünk. Ja, Istenem. Tapsoltál, kiáltottál? Voltál? Nyomtál 4 üteműt? Annyira ég a tenyerem. Vannak érdekes történetek, közben SMS-ezünk éppen. Tuti, egy nehéz vizsgámon euforikus állapotban, írtam a férjemnek, hogy mit, hogyan és hányszor csinálunk, a hazamegyek. Majd ezzel a lendülettel elküldtem a fogorvosomnak. Aki visszaírta, hogy jöhetsz. Ez már azért inkább a félremenő SMS kategória, de most beolvastam, most még kifejezetten arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikor írt az ember alkoholos befolyásoltság alatt SMS-t. Egyébként a fogorvosom visszaválaszolt, hogy rajta nem múlik. Na, puszi, ugye? Júlia. Igen. Volt egy nejemnek írtam meg a válás után, igen, hogy a főnök asszonyával csaltam meg egyszer, ő erre, én meg a tiéddel téged többször is, válaszolta volt neje. Erre írtam a főnökömnek, elmondom a nejének, milyen kecsek disznóval él együtt, a neje elolvasta, egész éjjel vele sírtam egy parkban borral együtt. Ezt nem, gyerekek, ezt én nem tudom kibogozni, ezt a történetet. Itt mindenki volt mindenkivel, nem? Én a főosztályvezetőmtől kérdeztem meg alkoholos állapotban hajnali 2-kor, hogy átmenjek lehúzni róla a bugyit. A probléma az volt, hogy egy 110 kilós férfi. Tibi bácsi küldte nekünk. Lehúzom róla a bugyit, igen. Egyetemi szalagavató után úgy berúgtam, hogy apámnak ki akartam fizetni a benzinpénzt, amiért eljöttek a műsorra. Jó a műsor, már küldte nekünk. Én alkoholosan a vízvezeték szerelőnek nyomtam félre egy SMS-t, amiben szerelmet vallottam. Ő boldogan visszaírt, hogy jó, ez neki nagyon jó, és neki tetszik, és én is bejövök neki, Timi küldte nekünk. Részegen küldött SMS-ben szerelmet vallottam a sógornőmnek, de sajnos a feleségemnek címeztem. Gondolom, névvel együtt írtad. Már hogy odaírtad az ő nevét. Mert hogyha nincs rajta név, akkor még kimagyarázható valamennyire a dolog. Hogy még mindig lobog az a tűz. Hát a feleségednek elküldöd, a sógornődnek szánt szerelmes üzenetet. És ugye nevén nevezett, hogy szia Ica, a felesége tudja, kiről van szó. Azért az nagyon kemény. Gondolom nem mentél haza. Utána egy darabig.
Igen, főnökömnek nagyon utállak, a többit majd hétfőn elmesélem. Ezt küldtem SMS-ben. Ez jó, ez elég nagy képű. Nagyon utállak, a többit hétfőn elmesélem. Hétfő reggel behivatott, én nem emlékeztem semmire, mondta, hogy akkor meséljek. Én kérdeztem, mit? Ekkor mutatta meg az SMS-t, írja egy hallgató. Hát, hogy nem voltál ott akkor velem, és hogy nem együtt bulisztunk, már olyan jó lett volna, annyira hiányoztál. Na, megyek. Igen. Én az akkori apósomnak küldtem egy MMS-t véletlenül, alkoholosan, amiben magamról volt egy mesztelen kép, és ennyit írtam. A lányod után most te kapd be. Ez nagyon jó. Azért a papai nézi, üzenet, MMS, ki a fene küld nekem MMS-t? Ott áll a vejed, ugye? A lányod félfére áll, igen, mesztelenül, igen. A lányod után. Most te jössz. Csúnya dolog. Kellemetlen volt vele az orvosi rendelőben találkozni. Ráadásul a papa orvos, igen, az nagyon-nagyon szép. Lányom az apjának írt. Szülinapom van, mert mindig elfelejted. És be is vagyok rúgva amúgy. Ez helyes. Egy tiltakozó kamasz, aki részegséggel próbál tiltakozni, az apja elfelejti a születésnapját. Őszintére ittam magam, és ittasan megírtam a véleményemet. Megírtam a véleményemet Facebookon. A hölgy állandóan teleírja üzenetekkel az üzenőfalat, hogy becsületesség így, őszinteség úgy. Én szóvá tettem, hogy akkor hogy megfogtak a Tesco-ba ruhalopással. Mi van? Micsoda? Ez is értem. Megfogták ruhalopással. Na igen, aztán még egy-két SMS. Én minden italozáskor elmondom az őszintét, hozzáteszem, hogy majd hétfőn bocsánatot kérek. De az nem gyenge, nem? Ugye? Volt barátnőmnek, küldtem SMS-t részegen, én szakítottam vele, és vissza akartam könyörögni magam, de mégis azzal zártam le, hogy remélem nem lesz boldog az aktuális párjával. Jó, sikerült a könyörgés. Másnap kínosan kellett telefonálnom. Írja ezt is egy hallgató. Szilveszteri buli után vallottam szerelmet egy férfi kollégának. Hétfő reggel ő volt az első, aki a földszinten szembe jött. Végtelenül kellemetlen volt. Ezt ilyenkor utólag az ember nem akarja egyébként megbeszélni valahogy. Na de ha nem? Szerelmet vallasz neki, akkor lehet, hogy szerelmes is vagy bele. Akkor hát, meg már miért nem állsz bele a sztoriban? Nem, hát akkor már azt mondanám, hogy figyelj, én azért írtam meg, mert egyébként tényleg szerelmes vagyok beléd, és végre kijött. Igaz, ez a csúnya ital. Ráadásul, most persze mondjuk ez, hogy csúnya ital, meg hogy idézőjelesen őszintére ittad magad, de azért ezeknek az SMS-eknek elég komoly valóságtartalmuk van, ezt valljuk be. Na, ezt mondom, hogy ráadásul találkozol vele hétfő reggel, mert szombaton részegen megírtad neki, hogy kolléga, szerelmes vagyok, magába járjunk, akkor miért nem folytatod? Akkor mondasz, hogy figyelj, tényleg ez van, tényleg szeretlek, ciki, nem ciki. Józalon is ezt érzem. Igen. Sziasztok, srácok, én egyszer egy átmulatott iszogatós éjszak után hazakísértem egy lányt, aki felhívott magához, a dolog megtörtént, miután hazaindultam fáradtan, piásan, véletlenül a lánynak küldtem el a haverom helyett, felcsíptem egy kis szőkét, és jól meg is kapta magát. Nem kellett többet menni, gondolom. És jól meg is kapta magáit. Amit nem akarsz olvasni, amit nem akarsz nőként olvasni. Figyelj, akkor is rá jól adta neki, ha jól akarta állat. Szerintem meg mindig nem tért magába. Hallod, Józsa. És elküldöd ezt a lánynak. Igen, hát azért az finom. Páromnak küldtem a következőt, egy csapatépítőn. Ha hazamegyek, beleharapok a szép fenekedbe, csak vége lehetne már ennek az idióta csapatépítőnek. Képzeld, az idióta főnököm itt ül mellettem és vedel. Elküldve, mivel ittas voltam, Barbie helyett baromarcunak, alias a főnököknek. Ha, szép neve van a főnöknek. Ha már éppen elment a főnököd, igen. Én a főnök asszonynak írtam erotikus tartalmú teli üzeneteket egy illuminált éjszaka keretén belül. Az üzenetben ennyi volt, hogy úgy elkaplak, hogy másnap lábra se tudsz állni. Válasz a következő volt, várlak bátran, és ha igaz a dolog, még fizu emelést is kapsz. Mondd már meg, hogy mi lett a folytatás. Jó fej a főnök. Egyébként nem? Tehát itt a főnök azt mondja, az rendben van. Igen. Aj, nagyon sok SMS van. Enyhén ittas állapotban a saját, nem teljesen ide vonatkozik, de jó az SMS, a saját házi bulimon hívtam egy taxit, majd lementem, mondtam a címet, mondtam, hogy itt vagyunk, kifizettem, kiszálltam és hazamentem. Ja, hogy a saját házához hívott? Na, azért az nagyon szép, igen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Ugye a téma az volt, és azt kértük a hallgatóinktól, hogy írják meg nekünk, hogy milyen olyan kollégák vannak, nem feltétlenül a közvetlen környezetből, akik
akik tulajdonképpen csinálnak valami olyat, akivel ti össze vagytok zárva, és mégis olyan sajtot hoz be, úgy eszik, elviselhetetlenül viselkedik. Ugye mindenkinek van azért nagyobb kollektíva, 50-100 ember között olyan ember, akivel egy kicsit nehezebb együtt. Ugye hát a munkahely azért az ilyen helyzet, hogy nem mindig az ember olyan emberrel van. Hogy milyen olyan kollégák vannak, akiket egy kicsit valamilyen okból kifolyólag nehezebb elviselni, mert csinálnak valamit, mert hoznak magukkal valamit, mert egymás mellett van az asztalotok, és tárol az asztala alatt valamit, amit ő mondjuk kedvel, vagy szeret, és neked egyszerűen az agyadra megy. Vagy olyan szokása van, vagy olyan zenét hallgat, vagy azt csinálja, amivel neked az idegeidre megy. Ugye hát sok munkahelyen azért nagyon sok olyan munkatárs van, akivel nem biztos, hogy mondjuk 8-10 órán keresztül jó együtt dolgozni. A szemét pálpusztaid. Nagyon sok van. Tényleg, ez nem jó. Egyébként te tartasz olyan sajtokat a hűtőben, ami felfoghatatlan, hogy beraksz egy lebontatlan, vagy kibontatlan olyan túrórudit, ami ugye egy ilyen vákumcsomagolásban, vagy levegőse legyen bent, és a túrórudit berakod fél napra, és sajtíze van, ami nem mehet be, elvileg nem lehet sajtíze. Hát nem lehet, de hát... Te azzal büntetsz. Igen, hát meg egy picit védem a hűtőt is. Most mit csinálják? Fizesek el a multi alarmra? Érted? Nekem ott van az a sajt. Berakom, kinyitják, beszagolnak, becsukják, elmennek. Vagy elájulnak. Ez de miért nem rakod ki az ablakba? Tehát miért a hűtőbe rakod? Tehát a hűtő az egy kollektív dolog. Ott csomó mindenki tárol egy csomó mindent. Tehát vagy ne tartsd itt, vagy rakj az ablakba. Mert ha kirakom az ablakba, akkor letereli a járókelőket a járdáról az útra. Az úttestre. És abban egy gázolás lehet. Tehát inkább mi viseljük el a te sajt, mert Jani mindig egy házi készítőse sajtokkal rongál. Vagy viszi, vagy szállítja, vagy veszi, vagy tovább, vagy nem tudod, egy ilyen sajtdíler vagy. Viszont nem, igen, de nem szoktam kicsomagolni. Hát az már nem az én hibám, hogy a csomagolásán is. Hát, de az valami extra durva csomagolásba kell tenni. Az. Figyeljetek, nem lehet, tehát ezeket a sajtokat nem lehet egyszerűen lefújtani. Tehát, hogy még körbe tekerem folpakkal, még belerakom egy plusz dobozba, és nem, egyszerűen nem működik. Nem működik, nem, mindenhol átmegy. És amikor beteszed, tudod, hogy kicsúrsz velünk? Tehát te elmormolsz egy halk imád, hogy bocs, Pali, bocs, Feri? Ott a pont. Tudja, csak nem érdekli. Te úgy teszed be a sajtot a hűtődbe, hogy egyébként tudod, hogy minket ez megvisel. Ja. Gondolok rá, de a legkevésbé sem érdekel. Jó, hát na, hát na, pontosan... Legalább őszinte. Na, pontosan ilyen munkatársakra számítunk, jó? Akik úgy tárolnak a közös hűtőben valamit, hogy egyszerűen nincsenek tekintettel a többiekre, vagy vegyék ki ők a cuccot, vagy tényleg nekünk kell megoldást találni akkor. Tehát Julit szoktam néha látni, hogy kinyitja a hűtőt, hogy... és besír a szaftalat. Fölüvölt, és visszacsak, én mondom, hagyjad, nyugodj, Jani, eregedj. Tehát neki onnan indul a sajt, amikor már mászik, nem? Tehát te azt szereted. Igen. Amikor már megy. Nekem volt egy munkatársam annak idején még jó régen, és egy elég fura emberke volt, neki mindig olyan ötletei voltak, amikor mindig meglepett minket. Például nagyon szeretett így ad-hoc jelleggel sportolni, és ott eszébe jutott, hogy akkor megnézi, hogy egy perc alatt hány fekvőtámaszt tud lenyomni, vagy mondjuk 5 perc alatt hány kilométer tud futni, csak az a baj, hogy mindig utcai ruhában tette ezt, és utána pedig bejött. Tehát utcai ruhában kiment a munkahelyről, elment futni? Igen, ő egy picit, hogy mondjam, szóval nem volt épp. És milyen finoman fogalmat. Nem volt, régebbi munkahely? Igen, és ő ilyeneket csinálgatott. De mert magát... ő 10-kor az asztalnál, azt mondta, hogy elég, letette a fejhallgatót, és elment futni. Igen. És visszaült. Uh-huh. És mennyi futott? Így van. És akkor futott, mint amelyegyen, 20-30-40 percet, csak azért, hogy megnézze, hogy ő pontosan azon a távon, az alatt az idő alatt mire képes. Ne! De ledobta a fülest egy fél tizedet, azt mondom, most már nem kell futni. Simán megcsinálta. És az a baj, hogy tudod, amikor bejött, vagy amikor már nem volt, ugye, hát ez némiképp érződött is rajta. Mert hogy mindezt utcai ruhában, és nem pedig sportruházatban végezte. És lenne visszaült, és ott maradt még 5-ig a munkahelyén. Így van. És mi lett vele? Elég órákon keresztül. Ő hát lett a hónap futója. Minket nem is az érdekelt, hogy mi lett vele, hanem mi lett velünk. És miért maradt ott addig? És ilyenkor a kollektíva egyébként szól, hogy figyelj, ne fussál, vagy fussál otthon, vagy fussál hírben. Tehát volt egy ilyen közös lázadás ellene, hogy jó lenne, ha nem futnál. Az volt, hogy mi tudtuk, hogy ő ilyen, és hogy ez nem a kezdet, és hogy ennek még lesznek azért folytatásai a jövőben, és egyszerűen nem tudtunk vele semmit csinálni. Ő, tehát mert nem volt ugye. Már akkor sem működött jól a pszichiátria. Viszont ma ultramaratonista, úgyhogy mi szoktak haragudni, amikor bringával bejövök, és kiterítem a bringás cuccomat, hogy száradjon. Most mit csináljak vele? Hát délután föl fogod venni. Szerintem égesd el. Hát az úgy kellene, hogy mindig reggel betekesz, leöntött benyával elégeted, és utána egy másik szedben mész haza.
Egyébként egybejöveteltől is ennyire kikészülsz? Mert a ruhád alapján bár több száz kilométernek kéne lenni. Benne is van, sőt több ezer is, de ha jó tempóban hajtod meg reggel, akkor ha jó tempóban hajtod, akkor hűlsz. Nem? Hát reggel hűvös van. Aha, próbáld ki egyszer, mert hogy a hőt termel a szervezetet, hiába van kint hideg, attól beleizzadsz. Kiteríted mindig? Kiterégeted, persze, hogy hadd száradjon, megmosakodsz itt a... Igazából ahol az találtad a lehajló nyírfágat. A ruhával eltűnik, viszont elegyedik a levegővel. Tehát amikor te bejössz, akkor gyakorlatilag beszívod. Jaj, ne hagyjad már, te nyilván! És az izzadság cseppjeim rátok vetik magukat. És hogyha belegondolok, hogy gyakorlatilag a Ferének az izzadsága a tapad bele az én tüdőrostjaimba, tüdőssejjébe. Akkor az egyenlő a sajttal a hűtőben. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy ki milyen zenét hallgató, elviselhetetlen szokással rendelkező, fura dolgokat az asztal alatt gyűjtő, vagy éppen fura dolgokat csináló kollégával dolgoztok együtt, ültök vele szemben, álltok a gépsor mellett, dolgoztok a gyárban, vagy éppen az irodában úgy, hogy szinte megmagyarázhatatlan az, amit csinál, de minden esetre kilóg a többségből, és hát egyszerűen nem lehet hova tenni az ő szokásait, és azt is írjátok meg, hogy mióta csinálja, illetve milyen. Jó? Az, amit nektek át kell élni. Pillanat csak. Eltüntetted aztán, ahogy lefotóztad? Nem. Laci úgy közelte a dolgot. Igen, 10:30 múlt pontosan, 2 perccel, SMS számunk 06-745-0000. Jövünk mindjárt az SMS-ekkel. Morning Show, a legklasszabb dolog a reggelben. Sebestyén Balázsa, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, itt a Klassz FM-en. Hamarosan folytatódik. Nálunk dolgozik egy figura, aki folyamatosan apró pici nyáldarabokat köpköd, de tudjátok, az a típus, aki nem egy nagyot, hanem beszéd közben megállás nélkül. 5 perc múlva nem tudsz úgy állni mellette, hogy ne lennél vizes. Egyébként ez megvan ez a kolléga. Azt nem direkt csinálja, tehát ő nem direkt zavar. És hogyha nem is jön ki, akkor megül itt a szája szélén, és már azt kell figyelned, tehát csak a száját nézed, hogy az mikor indul el az a csepp. Ott állsz vele szembe, nézed, most. Elugrás. Igen. Azt mondja, nekem volt egy munkatársam, aki kenyérre lette a hűtőből a hideg tejbe griszt. Jézus Mária. Gyerekek, mind csodálkozunk, nem? Kenyérre lette a hűtőből, kivett hideg tejbe griszt. Szörnyű volt még nézni is. Azért tényleg az embernek néha kiket kell elviselni egy munkatársam, nem? Szóval azért ez nagyon kemény, tessék? Kente? Vajon a tejbe? Ő ilyen kásaként, ilyen darab kásaként tette valószínűleg. De volt egy osztálytársam, ő a mustáros kenyeret favorizálta, de nagyon kakaóval. És nem én attól őrültem meg, ő mindig ezt hozott be magával, mustáros szendót és kakaót ivott hozzá. És így nézted, és így komolyan, tehát hogy senki sima nem akarta kenyér bele. Megkenve mustárral? Sima kenyér megkenve mustárral, összefordítva, kétszelet mustáros kenyér, és hozzá kakaó, zacskos kakaó. Foggal feltépve. Van egy ízlése. Hát igen, nézem, hogy mi az, ami még beolvasható. Csavaros, tetős, befőttes üveg. Jani, ezt tanácsolják neked, hogy ide tedd a nyomorúságos, rohadt büdös, már önmaguktól menő, elvándorló, a kerületből kisétáló sajtjaidat. Tehát, hogy tedd be egy üvegbe, és csavard rá a tetőt, hogy az működik. De miért? Hát engem nem zavar. Rossz sajt így csak túlélet. Srácok, de hát ez a ti problémátok, nem az enyém. Igen, valaki azt írja, hogy a kollégám utálja a Balázst. Nem hagyja hallgatni a Morning Show-t, állandóan eltekeri a rádiót. Zsolti küldte nekünk. Hát ilyen is van, igen. Aztán, hát 4 évig voltam koleszteros, az SMS egyébként beolvashatatlan, és utána még jönnek SMS-ek, amik szintén beolvashatatlanak, igen. Azt mondja, telefonközpontos kolléga minden reggel annyira izgult, hogy izzadt. De a ruházatával egyébként nem tudott mit csinálni. 30 fokban és téli kabátban ül az irodában. Ez a megmagyarázhatatlan típus egyébként, hogy miért nem. Kinyitom az ablakot nyáron, elve felvesz még egy kabátot. Fázós. Ez egy banktelefon központjában történt. Írja nekünk egy hallgató. Ausztriában dolgozom egy pizzériában, nekem a főnököm török. És minden nap, amikor a pizzatésztát csináljuk, teli torokból énekel. A zene elég nehezen elviselhető. Ez még egyébként egy baráti. Ez még egy baráti dolog. Igen. Az én kollégám kieszi a hűtőből a savanyúságot. A saját szememmel látom, hogy az üveget nem dobja ki, hanem üresen visszateszi a hűtőbe. 10 darab üres üveg van a hűtőszekrényben. És gondolom nem az övé a savanyú. És valószínűleg nem az övé, igen. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Egy kis, nem tudom, hogy ez most mém, vagy ez igazi, vagy magának a honlapnak ez egy reklámfelület, mert egyébként az is lehet, hogy ők ezt elindították egy ilyen gerilla marketinggel, de van egy oldal, ahol te kérdezhetsz bármit, és arra válaszolnak. És nem tudom, hogy láttátok-e,
zseniális. Ha gerilla marketing, akkor is jó, de ha ezt valaki önmagában megkérdezi, akkor elgondolkodható, hogy milyen súlyos állapotok vannak azért ebben az országban, ugye mindenki ismeri ezt az oldalt, beírsz egy témakört, és akkor kérdezhetsz. Itt szakik válaszolnak, vagy akinek szabad ideje van, az válaszol. Aki akar, az ír oda. Mindenki, aki ért hozzá. Ha szerencséd van, akkor szaki is látja. Ha szerencséd van, olyan válaszol, aki ért hozzá. Ha nincs szerencséd, akkor megrémisztenek. Aha. Tehát leírhatod, hogy az orvos nálam ezt diagnosztizálta, szerintetek mit szedjek rá, és akkor ömlenek a megfejtések, hogy így el búzafülelvet, meg nem tudom. Szomszéd Zolikának jót tett a tyúgani. Valaki azt írta, de nem tudom, hogy igaz-e. Szerintem igen. Szeretnék otthon sütni kenyeret. Találtam is pár receptet, de egyik sem írja a héját. Ne. Imádom. Az miből készül? Persze gondoltam arra is, hogy csak a belét csinálom meg. A gyerekek azt is szeretik. A héját nem eszik meg. De először hagyományosan akarom elkészíteni. Ötletek? Reális lehet? Szerintem igen. Mert reális lehet, hogy valaki ne arról beszél, vagy arról kérdezi, hogy nem írja a recept a kenyérnek a héját? Igen. És tulajdonképpen, ha megnézed, akkor az ő szempontjából nem fölösleges is a kenyérhéja, mert a belét szeretik a gyerekek. Hát most minek sütne rá héját? De hát egyébként... De ilyen. Nem hiszem el, hogy ezt valaki bekérdezi. De van. Tehát amikor valaki felteszi azt a kérdést, hogy hogyan finomabb a tükörtojás? Hát, de hogy szeretett hát színke? Kinek hogy? Hát igen. Most erre mit mondják? Folyós vagy, középpel, kemény sárgával, sóval. Vagy valaki megkérdezi, hogy milyen a pék szakma? Hogy erre mit válaszolsz? Korán kell kelni, erre mit válaszolsz? De várj, de nézzük meg, hogy hogy gondolkodott. Tehát, hogy nézte a recepteket, és azt mondja, hogy süsse meg a kenyeret, 50 percig süsse. De miből lesz a héja? De hogy készül a héja? Nem találom sehol. Hát különböző állagú, ugye? Tehát amikor egy kenyeret vett a boltban, kettészelt, akkor látta, hogy van egy szép, kemény, barna réteg körbe, és belül meg a jó szívacsos kenyér. És azt gondolta, hogy ez olyan, mint a töltött hús. Vagy a töltött káposzta. Igen, vagy mint a beigli, hogy megvan a töltelék, és megvan a héja, nem ugyanaz. Ugye? Tehát a diós kenyér bele, az a töltelék. De amit vajon... megtöltenek, az a kenyér héja. De vajon miből készül a héja? Gyöngyszemek vannak egyébként ezen az oldalon? Hát böngésztek? Hát igen? Én ezután a hír után fölmentem azért megnézni. Tehát az van, hogy bármit kérdezhetsz, ugye kategóriák vannak, oda besorolod azt a kérdésedet, fölteszed, és akkor utána ömlenek rá az SMS-ek. És azokat a válaszokat, amiket azt elhiszed, és fenntartás nélkül egyébként vannak emberek, akik azt megcsinálják, vagy végrehajtják, vagy megveszik, mert másnak bevált, és akkor ő is elkezdi szedni. Igen, viszonylag kevesen kérdőjelezik meg a válaszok valóságtartalmát, egészen izgalmas dolgok vannak. Különösen fölhívnám a figyelmeteket az ezotéria kategóriára, vagy ezotéria kategóriára. Na, tessék, mondj egy párat, figyelj. És légy olyan kedves, majd válaszolj is meg. Én megpróbálom megválaszolni, jó? Ilyenkor éjjel. Ne. Gyakrabban szállnak meg a démonok embert. Figyelj, én életemben nem mondtam még ezt az oldalon, de már tudom, hogy lesz 3 perc szabad időm, mint a kényerek hagy, akkor ezt meg fogom nézni. Az első válasz. A gonosz soha nem alszik. Írni meg azokat az embereket, kicsit, akik erre van idejük, hogy ezeket olvasgassák, de ez nagyon jó. Tehát, hogy a démon éjjel száll-e meg, ez igen, volt a kérdés. Ez volt, hogy éjjel gyakrabban, ugye a gonosz. A második, ilyenkor az ember védtelen. Sokan nem gondolnak olyasmire, mint például egy jó álomfogó, meg ilyen babonás cuccok. Elkerülhetetlen az alkalmazásuk. Szenzációs hír. Nézegettem, én is találtam hal kategória. Figyelj. Az előbb hering konzervet ettem. Az egyik hal darabkát egyben bekaptam. Éreztem, hogy az egyik fele sima volt, olyan húsos, a másik részében viszont volt egy rész, ami apró gombóckákból állt. Nagyon sokból. Terhes volt a hal. Ezek a petéi? Lehet tőle bajom? Ne. Igazán szép baj, lehetek tőle terhes. Lehet tőle bajom? Kérdezi ezt valaki. Atya, úr, Isten! Az UFO kategória szintén egy izgalmas, az első, ami na, jöhet. Pataki Attila milyen fajjal kooperál? Pataki Attila milyen fajjal igen, kooperál? Igen. Atya úristen, de ezeket, hogy van? Te kalandozol ezen, vagy te nézed ezeket? Persze, folyamatosan. Tehát, igen, hogy, van jó? Igen, van, hát rossz lenne a gomba, vagy csak azért ilyen, mert nem lepte be a víz főzéskor. Tehát, hogy érted, ő belenéz a lábasba, meglátja, hogy a gomba nem egységes színű főzés után, mit csinál, oda megy a számítógéphez, beírja a kérdést, hát ha tudnál neki válaszolni valaki. Érted? Hát, tényleg az ördög nem alszik. Lehet, hogy rossz volt ez a gomba. És aztán megkapja erre ugye a válaszokat, vagy sima toszt kenyérből mit lehet csinálni? Frisbee-ben. Tehát, hogy de ő ezt várja, nincs saját ötlete, hogy legyen. De léci. Tehát, hogy... Nem hiszed el, figyelj, van egy tengeri malacom.
Aki eddig normálisan mozgott, a koordinátái tökéletesek voltak. Ma reggel észrevettem, hogy amikor nagyon siet, amikor nagyon siet, elesik. És csak nehezen áll fel. Mozgás közben állandóan imbolyog. Vajon milyen betegsége lehet? Válasz? Lehet, hogy lelki beteg. És ezzel hívja fel magára a figyelmet. Hogy ne legyen egyedül. Írja egy hallgató. De a tovább, vagy egy válaszoló. De a továbbra is ezt fogja csinálni, szerintem vidd el orvoshoz. Következő kérdés, nagyon jó. Erre tényleg kíváncsi valaki. A kockás fülű nyúl milyen nemű? Ne, figyelj, ez a kedvenc oldalon. Ez nagyon jó. Egyébként ez jó kérdés. Igen. Lány? Csak a lányok segít, válasz, csak a lányok segítenek visszaépíteni a homokvárat, és hozzák vissza az elrúgott labdát. Tehát nem lehet más kvázi tulajdonképpen, mint lágy, ugye, vagy nőnemű, mert hogy a kockás hülű nyúl az, és ő tényleg egy fiú nem segít, a fiú összerúgja a homokvárat, nem? Valaki adna a telekinézésre egy rövid módszert, mint például a ne gondoljak másra, csak a koncentrációra? Ilyen nézés? A telekinézés. Kinézés. Tehát nem kinézés, kinézés. Telekinézés. Figyelj, vanília pudingomban megjelentek fekete pöttyök. Mi lehet ez? Ehető így is? Vagy ez egyfajta penész? Válasz? Válasz? Nem lehet, hogy ahogy kavargattad, feljött a zománc az edény aljára. Figyelj, ha szakik kérdeznek, szakik válaszolnak. Nagyon jó. Igen. Szerintem inkább dokki. És ebben ez a legjobb, érted? Nem hiszem el. Mert figyelj, lehet, hogy egyébként az a legjobb az egészben. Vanília pöttyök vannak benne, igazi vanília pöttyök. Lehet, hogy igazi bourbon vanília, tudod? Nem, az biztos zománt dobtam. A gyártó az beledőlt a karjába. És ilyenkor az a jó, köszi, kidobtam, és utána, bocs, szerintem tévedtem. De az a jó, hogy ugye valaki adna egy rövid, visszatér az ötérárő, valaki adna a telekinézisre egy rövid módszer, tudod? Tehát, hogyne, az olyan. Ez egy ülj le, koncentrálj, rakjál le az asztalra magad elé egy műanyaganyag üveget, nézd sokáig, majd az nyilván elkezd mozogni. Tehát ez teljesen egyért az ízre. Adjon már valaki egy rövid módszert arra, hogy kell, mert egy befőtt főzés közben, két gyerek felelkázása közben, gyakorolnám a telekinézist, kérdezi egy hallgató. Most esik le. Ez a jó egyébként. Persze. Valaki adjon már, hogy ne gondoljak másra csak a koncentrációra, hogy megmozdítsam azt a kanalat tőlem 30 méterre. Vagy azt mondja, hogy csak háromra kell mennem a gyerekért az óvodába, addig szeretnék levitálni. Várjál, most tudna valaki segíteni, de nem. Tehát, hogy van egy szabad egy órám, szeretnék lebegni a föld felett. Tudna valaki segíteni? Igen. Ezotéria. Most találtam. Szerintetek is ennyire nagy bűn megölni néhány csigát? Múltkor parkoltunk, és a kis busszal áttolattam pár csigán. A barátnőm nagyon ki volt. De mit csinálhattam volna? Kerülgessem őket? Meg a békákat is az úton? Erre nem látok egyelőre választ. De van válasz. Ha kerülöd a békát, balesetet is okozhatsz. Praktikus. A csigákat miért nem szedte ki a barátnőd? Honnan? Mámint. Honnan és miért? Gyerekek, ezt szeretem. Ez nagyon jó. Hogyan tudnék megidézni egy démont, aki alkut kötne? Micsoda, hogy? Alkutkötő démont keres valaki. És van rá tanács. Jó. Beírtam az egyik kedvenc szavamat. Figyeld, ez megvan a csúcs. Már régóta keresek tarhonyamagot. Igen, tarhonyamag. Tarhonyamagot, de nem találok. Milyen növény a tarhonya? Válasz, majd én adok neked. Írj privit. A két okos. Ők találkoznak. Gondold el azt a beszélgetést. Hoztad a magot? Hoztam. Kevés van? Kevés. Tudsz adni? Tudok. De készülj fel rá. Nagyon lassan csírázik. Sokat kell locsolni. Napfény neki. Atya, Úristen, Jézus Mária, tarhonya magot. És ő vajon mit ad majd oda? Tehát miről gondolja az, hogy neki tarhonya magban a birtokában? Ugye majd én adok. Ír privit. Totál maga biztos válasz. Ír privit. Priviz rám, adok neked tarhonyamagot. Atya úristen! Kérdés, a csirkefarhát büdös főzés közben? Mire kerestél rá főzés? Hanem a büdösre hang. A csirkefarhát büdös főzés közben? Ha a faron rajtajtad a zsírzóját, akkor bizony lehet kellemetlen szaga. Azt mindig jó ég kikanyarítani, le kell vágni, mielőtt megfőzött bárminek. Nagyon jó. Következő kérdés, figyelj. Kérdés. Fura dolog van körülöttem. Van egy lányom, aki 13 éves, és nagyon furcsa.
Mikor kijön a fürdőszobából, általában olyan a szeme, mint a vámpír. Na jó, sampommal. Olyan a szeme, mintha vámpír lenne. És ez nagyon ijesztő. Ja, amúgy úgy is viselkedik. És még a karján is vágásokat látok. Szerintetek? Jézusom. És erre ezt nyilván neki, aztán az, akik megválaszolják. Első válasz, júj de kemény. Második válasz, halálosan komolyan, smiley-el nélkül, nincs megszállva. Nincs megszállva. Nagyon jó. És gondold el, hogy ott valaki neked beírja, hogy nincs megszállva, és te elhiszed, hogy megszállták a lányodat. Mert valaki neked egyébként beírta, hogy megszállták a lányodat. Atya úristen. Nagyon jók vannak. Ha kitüremkedő aranyerem van, a kenőccsel azt is kenjem, vagy csak a környékét? Válasz. Már még nem. Még nem merte megnézni. Úristen. Figyelj, válasz. Tetszeni fog. Tiszta helyről szedjél úti füvet. Az meg van, hogy a csávó letoltgatjával húzza a fenekét a füvön, mint a kutyák, amikor bélférgesek, tudod? Mert elolvasta ezen a honlapon, hogy vagy nem le kell szedni, vagy rá kell ülni. Figyelj, te nagyon, de tényleg, bocsánat, mert még ott tart. Azt mondja, hogy az biztosan segít. Drága kenőcsök nem használtak, de az ingyenes úti fű, igen. A világhálón képet találsz róla. Képzeld, amikor elnézi, na most elnézi a csalánt és az úti fűbe. Igen. Miért csinál szebb, mint amikor a négyes út mellett beleülsz egy csokor úti fűbe, mert azt hiszed, hogy segít az aranyereden, nem? Hát, de. És érkezett, vagy elkezdett dörgölni magad alól, egy kis szőrös disznó paréja. Atya, úristen. Jó, nálam a vámpirlány és a tarhonya azért nagyon vezet, meg az aranyért. Tehát, hogy Egy tűzokádó sárkány miért nem szerez égési sérüléseket tűzokádás közben? Megtaláltam a legdurvábbat. Ezt csak néhányan fogják érteni, akik tudják, hogy mi ez, de ők nagyon fognak nevetni. Egyik osztálytársamnál nyársalni fogunk, és azt mondta, hogy becsárkörte lesz a desszert. Ez valami... Jézusom. Ez valami befőtszerű. Van rá válasz? Válasz olyan, mint a paksi magyaró. Finoman hangzik, köszönöm. Fiatalabb vagy slangben jártas hallgatóink tudják, hogy mi a betyárkörte, a paksi magyaró, igen, vagy a tűzérnaspolya. Ezt nem tudom most így elmondani. Aki tudja, érti, aki nem, ez most fél percre egy kicsit kimaradt a beszélgetésből, talán nem is. És az. Egyébként megválaszolják neki, hogy mi az a betyárkörte utána. De aztán képzeld el, ahogy elkezd keresgélni a világhálón a recept után. És kérdezősködik. Atya úristen. Jaj. Na jó van, pihenjünk egy kicsit, folyik a könnyem. Ez nagyon kérdez. Akkor ez nem valami gerilla marketing, ezek ilyen hülyeségeket kérdeznek. Nem. Úristen. Nem mindegy. Kár, hogy kevés időm van, gyerekek. Az előző jó tanács egyébként még folytatódik. Melyik az aranyér? Na, egy utolsó, mit csináljon? Oké. Okay, mi volt, hogy bekenje csak a környékét, vagy az egészet? Utolsó, így van, azt ki kell erezni. Ezután csavart fel, mint egy cigit, és... Már a növényt? Már a növényt, vagy... Csavart fel, mint egy cigit, és tedd az aranyeres részre. Ha tudod, be is nyomhatod. A növényt, az úti füvet. Nem árt. Ezt négy hétig csinál. Négy hétig tartod, mert aki... Figyelj, keresünk már ilyen kérdéseket, és írjuk meg, hogy hidd el, hogy a család működik. Az elején nagyon fog fájni, de egy hét után enyhülnek a tünetek. Írjuk be neki. Léci, tehát gondoljunk már bele. Csavart úti fűre. Hogy elolvasom ezt, aztán kimegyek az árokpartra. Csavarod? Egy fotó alapján, amit letöltök a netről, összeszedek valami gazt. Hazamegyek, felcsavarom. Felnyomom. Há, és tartod és négy bent, hétig. Bent tartom, illetve cserélem nyilván időnként, mert ugye megszabadul tőle a szervezet. Na, mit találtatok? Még szem, van idők, egy picit szemezgethetünk. Okay. Figyelj te. Csak én szoktam felvenni a barátnőm tangáját. Válaszokat. Kérdés. Első válasz. Nem, mi nem. Nem. Nem, mi nem. Következő válasz. Azt sem tudom ki a barátnőm. Azt se tudom ki a barátnőm. Atya úr. Következő egy visszakérdezés. És a... Melyik oldalt lóg ki?
Hagyja, úri. Következő egy válasz. Gondolom ecsethajod van, mert elég kecsegnek tűz. Ecsethajod van, mert elég kecsegnek tűz. Jézus, Atya úristen. És utána pedig azt mondja, ki a legjobb, a vége, azt mondja, hogy az a helyzet, hogy én is szoktam hordani a barátnőt tangáját. Jó, de ezek már szívóvárt. De nagyon jó. Sajnálom, hogy ezt egy gyékás kérdés alatt kellett megtudnod. Rohadt jó. Igen, igen. Következő kérdés, nagyon jó. Melyik az a zene, aminek ilyesmi a dallama, hogy Jani. Ez így leírva? Gyönyörű. Geniális. Melyik az a kérdés? Jani. Válasz szerintem, ez csak a Jani song. Atya, úr, Isten, hogy nagyon komoly kérdés, hogy szólnál apósodnak, hogy ne ő egye meg a pizza háromnegyedét, hanem hagyjon másnak is, teszi fel a várni. Nagyon jó kérdés. Gyakorlati kérdés egyébként, jó? Jobb lenne, ha a férjed szólna, mégiscsak ő az apja. Nem tudnál akkor adagot sütni, hogy ne bírja megenni a nagy részét? Külön költözni, mikor tudtok? Úristen. A pizza evésből külön költözés. Egyik este félig mereven feküdtem, és a hasamra fordultam. Fent voltam, próbáltam elaludni, valami recsenést hallottam, megfájt is valamennyire. Most kissé balra hajlik, és vizelési paraszaim vannak. Pénisztörésem van? Atya úristen, ez bizony csőtörés, jön a válasz. Nyomás a dokihoz, hogy tudsz ilyet kérdezni? Azonnal menj az orvoshoz, hogy nem fordultál meg eddig orvoshoz? Úristen. Mit tanácsoltok? A barátnőim észrevették, hogy szerelmes vagyok abba a fiúba, akinek én is tetszek. De őszinte hozzám se szól, mit tegyek? Van. Töketlenkedjetek tovább, és maradjatok egyedül az örökké valóságig. Igazán aljas vérszívó dolog felmenni, és ártatlan kiszolgáltatott embereknek igen. Ilyen rohadt szemét választ adni. Tehát ez biztos, hogy ezer évig a pokolban vagy, igen. Egy egyszerű kérdés. Esküvőre, lagzira, alkoholistát? Semmi csoda. Esküvőre, lagzira, meghívnád az alkoholista rokon. Lányok, nők. Mire gondoltok először, ha felgyülemlik egy adag feszítő puki olyan helyen, ahol nem illendő megnyitni a szelepet? Jézus, Atya úristen. Én a nevünkre is rá lehet keresni. Tehát beütött, hogy Rákóczi Feri, és beütik, hogy beütöttem, hogy Sebestyén Balázs. Valakinek az volt a kérdés, hogy szép estét, mi a véleményetek Sebestyén Balázsról? Adták? Ja, fél nagyon jó. Semleges vagyok vele kapcsolatban, gyakrabban kedvelem, mint ahányszor idegesít. Tahó, tapló, köcsög. És beírta, köszönöm a válaszokat. Most beljebb van. Igen. Beljebb van a témában. Köszönöm a válaszokat. Hát szenzációs. Még ám mindig a taronya vezet. Nagyon jó. Lányok, mit szólnátok, ha a srác lepisilni a lábatokat az utcán, ezzel jelezve, hogy megjelölt titeket és a párjának tekint? Válasz. Sokszor volt már, egyszerűen sem volt vicces. Teljesen természetes, hogy ez megtörténik, igen. Az ember nem tud rajta nevetni. Na jó. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Na, gyerekek, a hűtőszekrényről beszéljünk két mondatot, mert itt nagy dolgok történtek tegnap, és hát sok-sok mindenre jöttünk rá itt a hírek alatt. Mert hogy ugye bekameráztuk a hűtőszekrényünket, mert hogy valaki ugye kamember sajtot lopott, illetve nem is kamember sajtot, hanem pálpusztai sajtot lopott, és egyszer meg akartuk fogni a tettest, tettük mindezt úgy egyébként, hogy élőadásban bemondtuk, hogy be van kamerázva a hűtő, tehát azért ember legyen a talpán, aki ezek után még a hűtő közelébe merészkedik, és igen. Streameltük a hűtőt, ugye? Igen, de azt gondoltuk, hogy ez el fogja riasztani az illetőt. Igen. Mert hogy azért, hogyha tudod, hogy ott van egy kamera, tudod, hogy figyelnek, tudod, hogy nem csak egyszerűen két vagy három ember figyel a kollégáid közül, hanem egy egész ország. Akkor csak nem mersz oda menni az a hűtőhöz, hogy megint megdésmáld. Igen. És streamre tettük a hűtőt, egy olyan streamre, aminek a linkjét megosztottuk a Facebookon, tehát bárki figyelheti a mi hűtőszekrényünket. És a mi hallgatóink figyelték is. Tehát nagyon drágák, folyamatosan írták, hogy kit látnak, Janit látták, Jurit látták a hűtőszekrény előtt, bármelyikünk átment, azonnal írták, hogy ott vagytok, meg vagyunk, látlak benneteket. Vélhetően téged láttak. Vélhetően, csak az nem biztos, hogy én voltam. Szerintem, de az nem tudják, hogy ki volt. És tegnap délután aztán érdekes dolgot kaptunk, egy levelet, mert hogy én nem ültem a stream előtt, nem tudtam nézni, és a levélben az egyik hallgatónk a következőt küldte.
azt írja, hogy nagy erőkkel figyeltem a streameteket. Ez a levél jött 16 óra 18-kor a Morning Show kukat klasszfm.hu-ra. Mivel mozgás nem volt, így amint valami a képbe került, oda kaptam a fejem, két símaszkos arcra lettem figyelmes, akik gyorsan elvitték a hűtőszekrényt. Tehát pont az ellenkezőjét értük el, érted? Mert ezek rájöttek, hogy nézzük, tudták, hogy akarják a hűtőt. Mit csinál? Símaszkot. Figyelj, nem viszél, de felvették símaszkot, nagyon jó. Ketten voltak, arcukon símaszkal és sárga napszemüveggel. Ez mondjuk egy... árulkodó jel. Árulkodó jel, igen. Tehát, hogy azért... Nyilván azt ott felvették az, az irodából. Tehát ott ilyen klasszos szemüveget. Ja, tehát betörtek a promócióra, onnan elloptak két napszemcsit, és utána jöttek a hűtőért. Világos. Sajnos őket nem sikerült lekapnom, de az egyik tettes keze és az ellopás pontos időpontja rögzítve van. És figyeld, ott a fotó. Óriási. Ott viszik a hűtőszekrényünket. Első kép készítése 16 óra 9. Fia, olyan pontosság van. Második kép készítése 16 óra 9, 42. másodperc. A leírás, itt már hűlt helye van a hűtőtöknek. És ilyen rohadványos integetős macska van helyette. És beraktak egy integetős macskát. Ezt a nagy klasszik kínai macskát, ugye? Ilyen szerencsózó macska. A rohadékok. Ki volt az? Hát ez az. De írd meg, hol a hűtő? Ugye az a nagy kérdés. Na várjál, mert igen. Mert ellopták a hűtőt, tehát mi reggel beértünk Annával, szokásosan főzte le a kávét. Én már tegnap tudtam, hogy nem lesz hűtő. Benyúlt a hűtőbe, annak kivette a tejet, akkor vesz észre, hogy hűtő sehol. Még szerencsére volt nem, utána jött Jani, aki szintén elmondta azt, amit el kellett mondani a témakörben. Igen, elmondtam, mert hogy egyébként megint én szívtam meg a dolgot, mert nekem ugye előre be vannak porciózva, vagy napokra előre a reggelieim, tehát volt benne még egy kis túró, amit Feri hozott, de megmaradt belőle, arra is számítottam, meg benne volt egy fél joghurtom, hogy mindig én szívom meg ezt a dolgot. Hát, és akkor nem hoztam most reggelit ezért. De ki kellett szaladni, és aztán lett. Szóval hol a hűtőszekrény? Na mindjárt mondom, hol a hűtőszekrény. Mi te tudod? Persze, már rájöttünk közben, de várjál, nem is ez a... Én most ebbe mentem a szélszre, elkértem a kulcsukat. Aha. Mert azt hittem, hogy ők voltak. Illetve gyanítom még mindig, hogy ők voltak. Tehát a szélszeseink keze van ebben, vagy a promóciósoké, de inkább a pasikéz. És végigkutattam a szélsznek az irodáját. Ja, nyilván oda átvitték a mi irodánkba. Arra gondoltam, hogy amatőr módon egyébként lerakták oda a hűtőszekrényt, és 5 percet bolyongtam a szélsznél. De nem volt a hűtőszekrény sehol. De akkor hol van? Tehát ha nálunk nincs, ott hiányzik. Szélszről van napszemüveg, ami rajtuk volt. Megvannak a kezek, akkor nyilván oda vitték, vagy hova a vezérigazgató. A kéz ismerős? Hát. Láttad az e-mailt? Láttam. Nem ismerős a kéz? Nem. Nem? Nem. Egyikötök meg sem? Kézről fölismersz valakit. Hát nézd meg azt a kezet. Nem biztos, csak kérdezem, hogy ott látszik egy pulóver, látszik egy óra, tehát hogy Az óra is jellemző. Egy fekete óraszí, hát ez az enyém is, nézd meg, pont ugyanolyan nem. Az óraszí. Mit nem? Nem olyan. Másik? Ez meg a macska. Igen. Ez egy fekete óraszí, gyerekek, hátulról, tehát órát nem is látsz. Tök ismerős az óraszí, én ezen gondolkodom reggel de, óta. Hogy ugye, hogy már láttad valakinek a kezét? Abszolút láttam valakit. Ugye, hogy valakinek ott volt a kezé? Én is, nekem is ismerős. Nagyon ismerős. Azt hittem, hogy nektek beugrik. Igen. Hát és a macska kicsit, is ismerős. Kicsit duzzadt a kéz, ugye? Ilyen kicsit... Az is. Igen, a macska honnan van? Nem tudom, de... Szélszről? Igen, a szélszen láttam ilyen macskát, igen. Ott így. Kicsit duzzadt a kéz. Kinek van ilyen kicsit vizenyősebb kezdet? A roha vizenyőse. Figyelj. Szerintem műszaki igazgató, Gyula. Gyula volt? Nem Gyula kéz? Nem, én szerintem ez nem. Ne, Gyula kezek itt akarta volna. Figyelj, de nem hiszem, hogy beraktak egy integető macskát egyébként. Tehát, hogy... Az aljas. És integet a macska. És ott van a streamen, még mindig integet a macskánk egyébként. Még szerintem nagyon durva. Még mindig integet. Na várjál, erre ülünk itt Zsüllel a pultnál, és egyszer csak a Zsüllt belerúg valamibe. Miközben arról beszélgetünk, hogy hol a fenébe van a hűtőszekrény. A Zsüll belerúg valamibe, és azt, hogy ez itt mi. Lenézünk az asztal alá, és nem hiszed el, mit csináltak ezek a rohadékok. Berakták a saját hűtőszekrényünket, a saját hűtőszekrényünket az asztal alá, hogy csináljunk magunkból komplett hülyét, ami csak egy hajszálon múlt, mert ha Zsül nem rúg bele, akkor mi most nagyon anyázva keresjük a saját hűtőszekrényünket, és üvöltözünk, hogy adjátok vissza, miközben a hűtőszekrény itt van a lábamnál. Csak én nem rúgtam bele, mert nem érem el, a Zsül itt mellettem, ő belerúg. Akkor a rohadékok. És berakták ide, hogy nesztek szemetek. De legalább annyi eszük volt, hogy bedugták. Ez vért kíván, gyerekek. Ez a mi teljes megsemmisítésünk és megalázásunk. Jó, egyébként még fél óráig szabad bejárásunk van a szélszre, mert hogy egyébként nálam a kulcs, mert nem adtam még vissza. Úgyhogy tulajdonképpen azt csinálunk az irodában. Kakáljunk oda az asztalokat. Tehát tulajdonképpen azt csinálunk az irodájukban, amit akarunk. Mert hogy itt van a kulcs. Csak mondom, ha ők voltak. Ők voltak. Ki más? Hát.
a szemüveg... Nem volt a CSN a hűtő, tehát hát valaki bemehetett és lerakhatta ide. Hát vannak ilyen altató helyek, érted? Két dolog van, a sárga napszemcsé, ami csak a CSN van, vagy a promónál, meg a macska, ami onnan származik. Tehát ha nem ők voltak, akkor valaki betört a CSN-re, elvitte a macskát, hogy rájuk terelje a gyanút, bevitte hozzánk, és aztán pedig elhozta ide a hűtőt. Ők voltak. Ők voltak? Ők voltak. Egyértelműen CSN volt? Csak ki? Csak ki közülük? Hát ez az. Hát valószínűleg egy csapatos összeesküvés van egyébként. Mindenki benne van. Az a mázlink, hogy rájöttünk, mert ha nem jövünk rá, és itt nagyon kardoskodunk, hogy adjátok vissza a hűtőszekrényt, adjátok vissza, az és az egész rádióba elterjedt, hogy a hülyék ott volt a hűtőszekrény végig alattuk, az a legnagyobb lama. Nem? Az nagyon. Tehát az a legkellemetlenebb, amikor végig kiabálod az egész adást, hogy adják vissza a hűtőszekrényet, és itt van jobbra a lábadnál lent a hűtőszekrény. Egy szívesztalal, így ráírtuk volna a homlokunkra, hogy loser. Igen. Vagy amikor volt a matricázás, és hátba vágtak, hogy mi van, jól vagy, és közben ráragasztottak a hátad, hogy hülye vagyok, tudod, és egész nap úgy gyerkáltál az iskolában, hogy hülye vagyok matricával. És mi van, elvették a... Nincs benne valami? Nézzetek már, hát ha van benne valami fontos. Egy üzenet, vagy kaja, vagy valami. Semmit nem tettek bele? Hát talán csak annyi, hogy három Rudi hiányzik. Öt Csali Rudi volt benne, és most kettő van. A rohadékok még a Túró Rudit is kijelték belőle, tényleg? Ne csináld! Jó, akkor viszont az előbbi felkiáltásod az jó lesz, ha nem itt kiabálta, hogy mit csináljunk. Akkor elintézed? Megyek is. Amit az előbb felordítottál, hogy akkor ezt csináljuk meg? A szemetek is, még a Rudinkat is kizabálták. Na mindegy, úgyhogy a streamen egyelőre a macska integet. És akkor megvan, hogy kik szemétkednek. Megvan, valószínű, hogy kikettek bele a sajtunkba, és kik szemétkednek velünk. De nem, mert az nem biztos, hogy az elején ők voltak az elkövetők. Lehet, hogy ők már csak a streamre kapták fel a fejüket, akkor most kaptok. Tehát nem tudni, hogy ugyanők voltak az alapelkövetők, akik a Jani Pál pusztaiját megdézsmálták. Ez lehet egyébként, igen, de arra már sosem fogunk rájönni. Na mindegy. Jó van, úgyhogy a hűtős történet lezárva, a streamet levesszük, jó? És hát így állunk. És köszönjük szépen annak a kedves hallgatóknak, aki a cáfolatlan bizonyítékokat elküldte nekünk. Ő szenzációs, hogy percre lebontva elküldte egyébként, meg is nézem a nevét, hogy hogy lopták el a hűtőt, hány órakor lopták el. Laci. Hűtőlopás bizonyíték. Ez a tárgya az ő e-mailjének egyébként. Ezt megér nekünk egy ajándékcsomagot, nem? Meg elküldjük neki, persze, hogy e-mailben felvesszük el a kapcsolatot, hogy hova küldjük, igen. Na, mit csak a macskát? Törjük össze azt a macskát legalább, nem? Szerencsehozó macska. Hát nagyon jó pofa, hát nagyon jót rögtem, de amikor láttam a hűtőszekrény, egy műanyag kínai. Ott van az övék, akkor abban mi is tegyünk árt. Tehát ha kárt tettek a hűtőszekrényünkbe, akkor tegyünk árt a macskájukba. Hát valahogy álljunk bosszút. Ejtsük túlszul a macskát. Zárjuk be valahova. Igen. Csak mondom, hogy a karórát megjegyeztem. És ma úgy mész végig, hogy mutasd az órán. Igen. És annyit mondok. Good luck. Keresni foglak. Én hónapokig nem felejtek. Te, aki hozzányúltál a hűtőszekrényhez, azt hiszed, biztonságban vagy. Ha most ide jössz és bevallod, akkor nem esik bántodásod. Ha nem, keresni foglak. Éjjel-nappal. Tűvétezem, érted a rádiót. És megtalállak. Mert ott van a bizonyíték, az óra. És az egy olyan csatt, amiből tudom, hogy nincs olyan sok. Úgyhogy... keresni foglak. És annyira gagyi, hogy nem veszik? Nem, annyira jellegzetes. És ha megvan az elkövető? Ha megvan, akkor azt csak szólok nektek, hogy megvan, mert látom a kezén az órát, oda megyünk három szaknévsorral, és mindenki egyszer hátba vágja, de nagyon durván. De úgy, hogy csak ránézek az órájára, és nem leplezem le, hanem átmegyek, nektek szólok, visszamegyünk, és brutális pusztítása, rádobunk egy pokocot, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon összevegyünk. Nagyon jó, de ne szaklépsor legyen, hanem egy iratszekrény, vagy valami. Jó, akkor iratszekrény lesz, jó. Na, azt mondja, hogy jó, akkor streamet levesszük, hát, nem? Most már sok értelme nincs, hűtő megvan. Igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Gyerekek, a hét híre, hát próbáljuk megfejteni, hogy történhetett. Ritkán foglalkozunk ilyen kényes témákkal, de... Azt akarod mondani, hogy ez a heti hír zuhatag csúcspontja? Ez a koktélcseresznye a tejszínhab tetején? Ez a gesztenyepürén, a tejszínhab, a tejberizsen, a megybefőtt,
a nagymamán a... Ez az a pillanat, amikor a szatén szalvétával megtörlöm a számat, leteszem és elégedetten hátradőlök egy fantasztikus vacsora végén? Ez az. Pont jó a hasonlat. Ez az? Ez pont az. Nagyon igen. Kíváncsi vagyok, nem gyomorforgató látvány és szakfogadta a távolsági buszsofőrjét vasárnap délelőtt. Hozta le egyébként igen. Ezt a szaksajtó. Szegedről Csongrádra érkező járat egyik ülésére valaki elvégezte azt a kis feladatot, ahol amit ugye hát nem a buszon, és nem inkább, aha, leginkább nem az ülésen szoktunk elvégezni. Már érzel a koktélt. De várj, ez kis feladatot, vagy nagy feladatot végzett el, mert kicsit... Nagyot. Micsoda koktélt cserkó a végén. De várjál, a hír egyébként tényleg döbbenetes, és szedjük apró darabokra, mert hogy a Délalföldi Közlekedési Központ ZRT adta ki ezt a hírt, mert hogy állításuk szerint még ők se nagyon tapasztaltak ilyet, és hogy ez valóban nem történt tettenérés, de hogy ez állításuk szerint mindennek az alja, és hogy nehéz bárkit is felelősségre vonni, viszont nem értik, hogy a dolog hogy történhetett. És hát időzzünk el egy pillanatot azért ezen az ügyön, hogy ez valójában de miféle ez... szemérmetlenség kell ahhoz, és gátlástalanság, hogy azért azt te megcsináld egy volánbusz hátsó ülésén, hogy leraksz oda egy zilbelsőt. Figyelj, de ez most csak egy ilyen szemtelen közlemény volt, amit ők kiadtak, és elküldtek a különböző hírportáloknak, meg mindenféle ilyen hírekkel dílelő szervezeteknek, vagy pedig kiállt a pulpitoshoz a szóvő, és azt mondta, hogy leszarnak minket az utasok. Tehát, hogy egy ilyen érzelemtől túlfűtött, és kikérem magamnak, és kicsit csalódottak vagyunk, mert mi mindent megteszünk. Szerintem ez az elrettentés, illetve, hogy tudják, hogy nekik milyen nehéz a dolguk. Tehát, hogy nem könnyű azért egy buszsofőrnek, és amikor összeszedi a tejfölös dobozt, meg a reklámszatyrokat, meg néhány otthagyott sálat, hogy azért közben egyébként mivel kell szembesülni egy buszsofőrnek. Beáll a remízbe, ez volt a nap utolsó fuvarja, hátra megy, veszi a kis kalapját, veszi a kis táskát, fütyörészve már gondolja, hogy mindjárt otthon van a családján, megöleli a feleséget, megcsókolja a gyereket, hogy visz nekik ajándékot, leül, tévézik, kinyit egy sört, hátra megy a székek között, néz balra, néz jobbra, és egyszer csak ott van előtte. Van még egy utas kula, egy mosolygós kupac. Bennem ilyenkor nagyon sok kérdés van, de hál' Isten nem csak ezen hírek kapcsán, hanem mindig elkezdek gondolkodni. De most, ha ez a hír, akkor kezdjünk el itt gondolkodni egy kicsit, hogy ez mégis hogy történik. Tehát ül valaki egyszer csak melletted, aki elkezd furán fészkelődni. Te ülsz mellette, és megkérdezed, hogy mi a baj. Tudok-e segíteni valamiben? És azt mondja, hogy hát aranyom, az a baj, hogy nagy baj lesz, ha nem szállunk le. Emberek vagyunk, mindannyian jártunk már így, hogy nem értünk oda időben, vagy csak éppen hogy, ugye? Ki odaért, ki nem. Ne tessék nekem ilyet mondani, családos ember vagyok, de köszönöm az érdeklődést. Majd látod, hogy az utas melletted elkezd nagyon fészkelődni, kinéz, nézelődik, egyre hevesebben izzad, néha egy picit nyög, de érzed már, hogy tényleg nagy baj lesz. Majd a következő pillanatban használhatod, hogy felgugol az ülésre. Hát vagy elkezd levetkőzni, és menetiránynak háttal fogja a szék támláját, felmászik az ülésre, és azt mondja, hogy bocsásson meg aranyom, nem tudok tovább várni. Szóval, hogy ez mégis hogy zajlik. Anélkül nyilván, hogy mi most nagyon cizelláltan elemezném magát a végterméket, a dolog nem erről szól, csak képzeljük el a technikai részét. Vagy ha csak kevesebben utaznak a buszon, teszed mindezt úgy, hogy ne vegyék észre, vagy van az az adott pont, ahol már azt gondolod, hogy... Ahol megnyomsz egy kötkürtet, hogy mindenki átra néz. Nem, hát mindannyian jártunk már úgy, hogy mindegy, hogy csak érjél oda. Oda a méltóságod, oda bármit, már tök mindegy, hogy ki mit gondol, csak hagyd szálljál le a buszról, hagyd szálljál le a metróról. Hadd szálljál ki az autódból, csak hadd érjél oda. Nem? Tehát van az a pillanat az ember életében, amikor ott így hagyod van a méltóságodat, és már nem érdekel, hogy ki mit gondol. Itt csodálkozol, vajon... hogy befelé trüffel, kifelé trüffel. Nem, most pont nem ezeket a hasonlatokat akarom hozni, hanem csak elképzelni a szituációkat. A technikai részét, hogy itt vajon te elnézést kérsz előtte? Vagy teszed mindezt titokban egyébként? Vagy ha te hátul ülsz, akkor egyszer csak azt látod, hogy valaki elkezd feltámaszkodni a támlára menetiránynak, háttal nagyon kapaszkodik, és te ugye látod az arcát. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy a következő megálló a székes. Menjünk! A Városházán! Tehát, hogy a fenébe zajlik ez? Ugye, mert ott van maga a szemérem, meg ott van a szégyenlőség, meg ott van a gátlásosság, hogy vagy itt nincs, vagy egy tényleg egyébként teljesen hétköznapi utas, halálosan kényelmetlen helyzetben már nem tudott mit csinálni. Tehát akkor odamész és térdre esel a busofőr előtt, vagy egyszerűen késztények elé állított, hogy jó napot kívánok, nagyon nagy probléma lesz itt hátul az egyik ülésen, hogyha nem tetszik megállni, és nem szállhatok le.
De hogy megzsarolod a buszsofőrt, hogy kvázi vagy oda teszel egy zilbelsőt, vagy álljon meg. Jó, mondjuk abban az esetben azért valljuk őszintén, hogyha mondjuk ez az ember rendszeresen utazott ezen a távon, és tudta, hogy most kilométerekig csak a puszta lesz mellettük, és sehol egy bokor, sehol egy fa, képzeljétek már a szituációt, hogy megállnak, ő elmegy, elfárad, hátra legugol, igen, és most mindenki nézzen ki balra, és most jövő. Érted, ő megcsinálja jobbra, tehát ez is hogy? Igen. Nő vagy férfi? Tehát ki csinálja inkább ilyet? Remélem férfi. Na most én bízom benne, hogy egy kicsit nő. Ha technikailag gondolkodsz, mert akkor... Mert ha nő, nagyon bátor. Ha technikailag gondolkodsz, nőként egyszerűbb megoldani, ha szoknyában vagy. Férfiként le kell tolni a nadrágot. De várj, képzeld el magad utasként, hogy azt látod, hogy egy férfi ül kettővel előtted, és elkezdi letolni a nadrágját. Ott azért felsikoltasz. Na, fel. Uram, uram, gondolja meg! Van még három percünk, tartson ki! Ugye? Vagy te a utas vagy, és nem mondasz neki semmit, hát fel sem fogod. Tehát, hogy nem biztos, hogy nem gondolsz arra, hogy ő most azt fogja csinálni. Szerintem igen, nem jut eszedbe. Nem. Valószínűleg nem arra gondolsz, hanem, hogy keres valamit, szorítja az ő, leveszi, de amikor ő már letolja a nadrágát, és visszakuporodik a székre. De hova jut, nem ülhetett vissza? Neki át kellett ülni egy másik ülésre. Nem arra gondolok, hogy utána visszaül, hanem, hogy fel kellett kuporodni a székre. Nem, visszaül melléd. Tehát, ahonnan felállt. Tehát, hogy, és ugye ott van az a kérdés, hogy azért... Na, így már jobb. és megtörje a verítékes homlokát. Most rutinos vagy, akkor előre fel kell mérned, hogy ugye azért van-e papír. Egyáltalán az ilyen típusú ember, aki semmiféle szemérmesség nincsen, és semmiféle gátlás felméri. A busztársaság egyébként nyilatkozott, hogy úri emberünk, vagy a hölgy megoldotta, mert hogy a volán buszon voltak függöny. Aha. És abba törölközött. Függönyöm. Szóval, hogy hol van az emberi gátlás, vagy az emberi szemérmesség határa? Van-e egyáltalán, vagy különbözünk-e mi az állattól? Mert nézd, egy állat csinál. Oldalát, szóval, hogy... volt igényre, hogy kitörölj. Aha. Nem akarok nagyon filozofálgatni, de azért, hogy ennyi gátlástalanság állatokban van, nem? Ő rájön, megcsinálja. De várjál, mert azért mi emberek vagyunk. A függöny nem is ér le az ülési. Azt le kellett szedni. Azt, vagy, ó, várjál, leszeded. Vagy. Szalálsz hozzá. Ne. Mutatom. Oké, nézzük meg ezt a buszvezető perspektívával, aki vezet, nyomja a gombot, csukja az ajtót, belenéz a visszapillantóba, és azt látja, hogy egy ember pucsít az ülésen, és pipiskedve próbál felkapaszkodni a függönyig, hogy odaérjen a függöny, ha nem húzza le. Az meg van, egy ember áll letoltgatjával, és áll az ülésen, és mondod, hogy uram, üljön, mert nem látok, és a következő pillanatban látod, hogy lecsatolja a függöny. Jézusom! Tehát, hogy ez hogy történik? Hát nem szólt lehet, vajon a többi utas? Nem lehet, hogy ez már az utolsó csepp volt a pohárban, idézőjelben. De mi belágott, hogy emelkedett a bérlet? Nem, ez már korábban is előfordult, és hát lehet, hogy egy ismerős tag volt az, és akkor a buszsofőr belenézett a visszapillantóba, és akkor Tomika, ha még egyszer beletörlöd, akkor... Jó, tessék, én utazom buszon, volán buszon. Jó, nem, nem. Jaj, de örülök, hogy te vagy a példa. Ne, igen, jó, nagyon elvont legyen. Nem jön meg a kedvem. Ülök bal három ablak mellett. Felszáll ez a gyanútlan ember, illetve én vagyok. Leül mellém. És te, mint utas, egyszer csak azt látod, hogy elkezdi a procedúrát. Mit csinál? Rászólsz? A procedúra. De mit szólsz, hogy uram, legyen szíves... Ne végezz el a dolgát, de akkor már csak akkor tudsz rászólni, amikor már történik a dolog. Csak látod, nem, hogy övet kilazít, ki mit mondasz? De lehet, hogy mit tudom én, mert melege van, vagy valami. Igen, rászólsz, hogy uram, kérem, ne gitteljen ide. Nem bántod meg vele. Amikor lehúzza a nadrágot. Hát ugye, ha melletted ül valaki, és letolja a nadrágot, és fölkuporodik az ülésre mellé, nem, tényleg nem szólt. De hogy jössz ki, ha belül vagy? Ott már nem nincs melegvés. Lelököm az ízé a folyosóra. Föllöksz egy embert. Nyilván rászólsz. Ő meg oda. Hát szerintem nem egy egyszerű élethelyzet. Hát persze. Igen, értelemszerűen az én olvasatom abszolút a volán busz a hibás. A fenének kell ezekre a buszokra függönyt tenni. Ezek a kívánatos függöny, mindig olyan puha. De tényleg, tehát ha bemész valahol és nincs papír, inkább azt mondod, hogy nem. Köszönöd, nem. Ugye érte, ha nálad nincsen zsebkendő. Hát azok a mondjuk én szép gicses függönyök, hát a fenének kell függönyt föltenni. Én azért magamtól előbb lezárnám a sztorit, tehát hogy jobban örülnék, ha már elve nem történne meg ez. Most képzeld, már mentek, és akkor egyszer csak megjelenik melletted ugye a delikvens, és kezdetét veszi az incidens azzal, hogy megkérdezi, hogy elnézést, szabad ön mellett ez a hely? És leül. És akkor nem leül, már arra használja, mert ő előről jött hátra. Elnézést, szabad ön mellett ez a hely? Ja, hogy persze, parancsoljon.
Ja, hogy már utána. És feltérdelod a melléd, megfogja a karfát, és az anyám! Na hát így csinálta, most mutatja a Jani, csináld meg újra. Ja igen, és most tett hozzá azt is, mivel Jani nem túl magas, ezért felguggolva is sem tűnik fel senkinek a hátra, ez csak azt, hogy keserves arcot vált. Mi van, ha menet iránynak háttal volt, és így térdel föl, hogy fölült, és belekapaszkodott az ülésbe. Jó, de akkor elé csinál, nem? De közben meg szemezett a többi utas, akinek menet iránynak... Ülés elé. Tessék? Nem tudsz ugye az ülésre pottyantani, mert még ezen a hosszú ülésen is... Valószínűleg akkor menetiránynak megfelelő utomódon. Gyerekek, döbbenet. Tehát azért én sok elképesztő történetet hallottam már az emberről, de azért ez nagyon kemény. Az előző sor, ahogyha mondjuk az a metódus van, amit te mondtál, hogy a menetiránynak ellenkező irányba guggol föl, vagy ül föl, vagy áll föl a székre, és valaki az előtte lévő sorból hátra nincs. Elnézést, maga szerint a következő csatlakozás, Jézus! Jézus de már! Figyeljetek, ezt, tehát azt leszögezhetjük, hogy mindenki észrevette igen. A buszon, hogy itt így van. Történik hát, ha voltak, valami. Ha és, ott volt, senki nem, és senki nem szólt rá erre az emberre, vagy senki nem szólt a sofőrre. Ha ezen a buszon többen voltak, és valaki oda kucorodik az ülésre kakilni, senki akkor... nem csinált egy normális szelfit. Viszont ha senki nem szólt, ha senki nem szólt, vagyis senki nem vette észre, igen. Akkor még egy ember gyanús. Akinek nem szólt volna be senki, a buszvezető. A sofőr. De vajon hátra jött menet közben? Vedd már hátra nyomba. Igen, kikötötte két gumipókkal, tudod. Szóval, hogy elképesztő. Most nyilván leszámítva azokat a dolgokat, hogyha nem tudta... Elmúgyben persze, vagy borzalmas meg beteg, vagy kénytelen. Nem, tehát most nyilván nem, de hogy most nézzük ennek azért a valamennyire a viccesebb oldalát. Szóval, hogy ez megdöbbentő. Hát erre azért nem számítasz. Hogyha mondjuk nem egy mentálisan beteg emberről van szó, hanem egyszerűen csak arról, aki így fejezte ki a haragját, vagy ezt érezte, vagy nem várta meg, vagy dühös volt, vagy nem tudta, azért az megdöbbentő. Nem? Hát nem tudom, hogy van-e olyan helyzet tudom, az hogy miért ételemben. Erről ki közlemény? Hát, hogy valószínűleg fölhívják a figyelmet, hogy ez nem egy normális viselkedés. Itt a kérdés inkább az, hogy tényleg miért nem szólsz, hogy álljon meg a busz. Tehát igen. Mi kényszerített arra, hogy azt mondta, hogy nem szólok, megyek tovább, és oda teszem az ülésre. Milyen ember az ilyen? Nem lehet tudni, milyen mentalitású emberek ültek a buszon, lehet, még biztatták is. Ja, hajrá! Igen. A másik olvasata a történetnek. Legalább itt nem itt szenved mellett. Nem, hát az egész, gyerekek, az egész egy borzasztó. Buszsofőröknek se könnyű. Hát nem? Hát nem egy könnyű hivatás, azért azt gondolod, beülsz, vezetsz, de hogy azért gondolod, egy jóval összetett. Hát reggelőben azért nem így kelt fel, tehát nyilván úgy felt, hogy ez is csak egy eseménytelen kedv lesz aztán. Ez milyen szép kedlet, mi? Szörnyű az, amikor azt érted, hogy még van időd, de nem érsz oda egyébként. Tehát ilyen helyzetben azért mindenki volt. Persze. Nem? Tehát, hogy az egy nagyon szörnyű helyzet, amikor megy a metró, nincs nyilvános vécé, dugóban ülsz, kocsiban ülsz, és tudod, hogy itt a vége. Tehát van egy bizonyos dolog, amikor nincs. Tudjuk. Azt a dolgát se ismerjük, tehát, hogy az indítatást. Tehát, hogy érted, hogy lehet, hogy ez egy szerencsétlen volt, akinek tényleg tehát, hogy úgy érezte, hogy az élete múlik azon, hogy most elvégezze a dolgát. Jó, nyilván akkor is elfogadhatatlan, persze, mert szólnia kellett volna a buszsofőrök, de hát lehet, hogy ott valami nagyon hirtelen jött trauma lehetett. Egy erős fékezésnél. Hát most kinek okoz örömet ez? Tehát, hogy azt írja egy hallgató, hogy nem maga az eset felháborító, hogy hanem hogy nem kaptam meg a panaszkönyvet, amikor megjegyeztem, hogy nem találtam papírt. De megoldottad ügyesen a függönnyel. Hát, igen. Én egyébként ezeket a szóval, hogy tényleg muszáj róla beszélni, már nem reméljük, hogy nem reggelizik senkire, hogy ezeket a WC használatokat se értem. Tehát egyszerűen vannak olyan állapotok férfi és női WC-ben, amire nincs magyarázat. Az egy földön kívüli találkozás, egy harmadik típusú találkozás, hogy nem érted. Tehát nem érted, hogy bizonyos dolgok hogy kerülnek bizonyos helyekre. Nem volt még nektek ilyen, hogy utána azon gondolkoztatok, hogy a tesó, ezt hogy? Hogy a pizavárba volt az, aminek nem ott kellett volna lenni. Én ilyet láttam. Olyan is volt már. Hogy azért azt hogy? Ott hogy? Ugye a piszoárnak van egy csőre, ami kifelé feléd néz, ha szembe állsz vele. Ha arra úgy megfordulsz és rá akarsz kucorodni, akkor ott a pisz, tehát hogy az a csőr az hozzád ér. Uh-huh. Érted? Egy olyan csőr, amit előtte arra használtak férfiak, hogy belepisíjenek. Itt is ez szükség, nagy úr. Nem tudom, mondat hogy van ekkora elő. Úr. Tehát, hogy nehéz ügy. Nagyon de hát kemény. Az emberi találékonyság határtalan. Hogy azon gondolkozom, hogy ha így használja a mosdót, hogy így használja a vécét, mi lehet nála otthon? Tehát,
hogy élhet? Biztos, ott Patika, öcsém, Patika. Igen, azt hiszem már fordítottan, arányos a dolog? Igen. Tehát, igen? Simán lehet. Meg mondom, tehát, hogy itt nagyon komoly emberi sorsok, tragédiák lehetnek a háttérben, tehát, hogy ez nem nekik se jó ez. Nekik se jó ez. Na most nyilván nem erről az oldalról közelítjük teljesen tudatosan, most ha beteg, ahogy nem tudhatjuk, akkor nem így nyilván van rajta röhögünk. Most elképzeltünk egy hétköznapi ember. Így van. Hogy vajon mi történne, ha te mint utas ezt átéled egyébként, hogy valaki ezt ott elindítja. Hát az most egy szélsőség, hogy ha valaki beteg vagy értelmileg fogyatékos, persze, hát azt most nem ez erről. Nem ezt mondjuk, hanem hogyha egy normális ember, bár idézés, nem tudom, normális ember csinál ilyet, hogy mi van, ha te mint utas ott ülsz, és egyszerűen azt látod, hogy valaki ennek úgy neki indul. Én megpróbálom helyrehozni a dolgot. Tehát, hogy mit tudom én lefelé, mert mondom, hogy ezt elviszem magammal, kimosom. Miért? Ne akarja tudni. Sofőr úr. Leesett a szendvicsem. Szaga van. Hát, igen? Jó, most hát mindegy. Most azban nem menjünk bele. Nem akkor csak, hogy olyan nincs, hogy ezt nem veszik észre a többiek. Tételezzük föl, hogy nagy volt a menet cél. Hárman ülnek a buszon, érted? Akkor is jó, meg. De azt mondom, mindegy, nem, persze, nem kell ilyen nem cizelálni akarom a dolgot, csak hogy miért nem vették észre. Értem, és jó, ráadásul a leszállásnál senki nem szólt a sofőrnek. Igen. Buszvezetők írnak egyébként, hogy miket találnak a buszon. Buszvezetek, nyári ruha, nagy darab néni legugol a csuklóban. De többenet egyébként, szóval hogy ez egy létező. Igen. Leszállt, és utána, hát ő mint buszvezető hátra ment, és látta, hogy a néni miért gugolt le a csuklóban. Ezt elhiszed? Ezt elhiszed, ember? Szóval ez döbbenet. Te mint buszvezető látod, hogy a néni neki vetkőzik. Neki jár, hát legugolt, igen. Atya úristen. A volt feleségem a Mangóban dolgozott, ez egy ruhaüzlet. Záráskor a próbafülkében talált. Nem folytatom, értem. Hogy? Tehát, hogy ott valaki... Hogy? Pedig valószínűleg nagy áruházban van az. A bolt, ahova el tudsz menni. Nem, ott 20 én... méter volt a WC. Aha. Ja, na így már azért. Mi, ha 50, akkor elfogadható? Jó, de mondjuk vagy ha 100. Nem, figyeljetek, tehát, hogy én azért tudok olyan szituációt, meg én is éltem át olyan szituációt, amikor a 20 az nekem már sok volt. Hát ez mindenkinek van. Tehát, hogy érted, a világ leghosszabb 20 méterre lehet az abban a pillanatban. Tehát ki tudja, érted? Lehet, hogy még örülhetnek is neki, hogy nem félúton a WC és a fülke között történt meg, a zöldöző fülke között a dolog. Lehet, hogy annyi ereje volt már csak a szerencsétlennek, hogy berántotta a függönyt. Egyszerre csak egy ruhát lehet bevinni, tudom! de ha hát is bementél egy próba fülkében. Lehet egyébként. Takarító cégünk van, tudnék mesélni, volt olyan eset többek között, hogy egy vidéki gyárban a férfi mosdó WC-ből egy céges pólót halásztunk ki, mert hogy elfogyott a papír, ezt Bea küldte nekünk. Azért. Igen. Ha. Jó, mondjuk az viszonylag könnyen tett elérhető, nem? Béla, azért ennyire nincs meleg. Nagyon-nagyon hajtok most, hogy meg legyen a százalék. Én nem is tudom, mit csinálnék buszvezetőként. Nem, hogy mire van feljogosítás. Oda mehet szólni? Nincs idő. Hát vezeted a buszot, félre kell állni. Hát nem mi a fenét tudsz csinálni már ilyenkor? Hát, hogy öltesz? Nem tudsz nagyon mit csinálni. Atya Isten, nagyon kemény, igen. Mit csinálsz, vagy mit kiabálsz neki? Miközben ott van ugye a többi utas is. Hát aki olyan szinten vagy nincsen szégyenérzete, vagy tényleg hangsúlyozzuk ki, hogy olyan nagy a baj, vagy valószínűleg megállíthatatlan abban a pillanatban. Új Facebook örület lesz, csinálj buszülés a selfie-t, írja valaki. Lehet, hogy nagyon szorított a ruha a próbafülkében. Kaptuk ezt is SMS-en, nagyon elképesztő, egyébként elképesztő. Csodálkozom, hogy egyébként ők ezt kiadták, mint nyilatkozat, hogy erről kinyilatkoznak, hogy ez megtörtént, nem? Tehát most ezen mind elrettentés. Igen, tájékoztatod az embereket, és megpróbálod fölhívni a figyelmet a magad kis módszereid, de hogy szerintem ez nem európai viselkedés. Elrettenteni azokat, akik ezen gondolkodnak. Igen. Na jó, hát megfejteni nem tudtuk. Hát jó, de hát mégiscsak ez volt a hét híre. Igen, volt a többi. Én annyi sztorit tudnék mondani, gyerekek, úristen, hogy én miket láttam ilyen nyilvános WC-ben. Jó, azt hittem, miket csináltam. Egyszer a Békásmegyer Szentendre vonalon, nem erre gondolok. Én általában menekülő üzemmódban vagyok minden ilyen WC-ben. Tehát bemegyek gyorsan, intézem a dolgom, körbe sem ezek, jövök ki. Én se ebédelek ott. Hát de hogy? Több időt én se töltök ennél, mint hogy az ember beugrik, gyorsan megpróbál rajta túl lenni és kijön. Tehát ezzel azért nem vagy annyira. Én elég sűrűn vagyok, de nem kedvelem annyira ezeket a helyeket. Pedig vannak pozitív kivételek is, bőven. Igen, egyszer egy moziszéken
Szintén hasonló. Hm. Igen. Na jó van. Jó, nem akarjuk folytatni, de minden esetre döbbenet a téma. Fél tíz múlt pontosan 3 perccel többen kérdezitek, hogy Ricsi ajándéka mikor jön meg. Hát szerintem ezt megvárjuk, még Ricsi megjön. Már percben kell lenni, hisz egy órája beszéltünk. Igen, hogy ezt jövő héten sorsoljuk, pontos napot még nem tudunk mondani, akkor mondunk, ha itt van, és akkor mondjuk előre, hogy melyik nap lesz. Jó, Ricsi szerintem, hogy hétfőn kedden elutazik, szerdán megjön. Csütörtök magasságában, péntek magasságában itt lesz a szerkesztőségben, tehát ez vagy jövő hét, vagy a jövő hét utáni hét, és akkor sorsoljuk is. Jó, egy eredeti Super Bowl labda, és egy sisak, ugye, amit Ricsi ígért, jövő hét végén, vagy jövő hét utáni hét elején tudjuk majd sorsolni. Fél tíz múlt, pontosan 3 perce, jaj, Laci, csak látnám rajta, tehát hogy te ne imádnád ennyire ezt a témát. Még mindig, hogy sír az SMS-eken, persze. A 3/4 nem beolvasható. Fél tíz múlt, pontosan... Neki az év híre. Fél tíz múlt, pontosan 4 perce, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanata, jó? 3:10 lesz, pontosan 6 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Olyan dologról beszélgetünk, ami egyébként, ha nem vagyunk teljesen álszentek, azért nyilván mindenkit érint, és persze könnyű azt mondani, hogy jaj, hát ez milyen gusztustalan. De közben mindenki volt már hasonló helyzetben, ugye arról beszélgetünk, hogy egy társaság kiadott egy közlemény, miszerint furcsa dolgokat csináltak egy buszon, és buszsofőrök írnak nekünk, hogy tényleg elképesztő esetekkel találkozni. Elképesztő esetekkel találkozni, írnak persze nem buszsofőrök is. Egyszer vártam a liftet anyukám lépcsőházába, kinyílt a liftajtó, és egy nagy furkó nézett velem szembe. Ugye, hogy azért vannak érdekes dolgok. Szoláriumunk van. Szoláriumunk van, írja egy tulajdonos, a kukába és a falra is sikerült. Fiatal lány volt, van kamera, próbára, parfümmel próbált javítani a helyzeten. A falra. Elit lakóparkban lakom. Elit lakópark. Nyílik a lift, ott Google egy pasi. Hogy az nélkül? Jézusom. A mi esetünk vadonatúj étterem nyitás követően megjön a Múmia Tours időzőjeles, 20 óra utazás után rohannak be az öreg urak a WC-be, valaki elnézte az ajtót, és odagittelt a raktárunkba. Jó, hát, men. Vagy már tele volt. Jó, men a nyitásra. Buszvezető vagyok, tényleg elképesztő a történet, de igaz, higgyétek el. Ennél cifrább dolgokat is találok. Havonta például műfogsorokat a buszon zárás után. Hát, ez még... Egy benzinkútra besiettem a mosdóba, belépve láttam, hogy az egyik kamionsofőr a kézmosóba ülve újságolvasást közben. Ne. Tehát beülsz a kézmosóba, olvasod az újságot, ne. És vidáman. De nem biztos, hogy azt csinálta. Nem, de leírja, csak én finomítom oda, az SMS-eket. Felült oda, és újságot olvasott, egy kényelmes helyet keresett magát. De legalább az vízöblítéses. Az öblös is, így van. De beülsz a kézmosóba. És még újságot is olvasod. Lehet, hogy onnan... a vizet. Persze, ahonnan ő jött, ott nyilván ez egyfajta ilyen luxus cikknek számít, ez a fajta kézmosó, vagy ilyesmi. Atya úristen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Ja, még hó. Nem? Nem mondtak valami nagy havazást? Most nem riogatnak? Nem. Sopronnál már esik, hallgatók azt írják, aztán, hogy ez jön-e tovább, azt nem tudom. Azt nem tudjuk. János mindjárt megmondja, és az öltözködési tanácsok, ne trikót és jégeralsót vegyünk fel. Hát én a jégeralsót tudod, hogy az... Én viszont igen. Az 8 évesen volt rajtam utoljára, de fene se tudja. Hát Jani hord és szereti, úgyhogy ízlések. Arccal a dübörgő herék felé, vegyetek. Jéjjel, az olyan, mint a harisnya? Tehát az tulajdonképpen egy ilyen harisnya? Az a vastagabb. Vastagabb, és ugye annak nincs lábfeje. A harisnyának annak volt lábfeje is. Aha. Az egész, a jéger alsó az meg bokánál el van vágva. Igen, és elől ugye van egy kis nyílás, ahol a kibejárás. Igen, az inyenceknek van olyan is, ami hátul is gombolt, illetve nyílással látott. Nem akarom, hogy ezt folytassuk. Van ilyen, nekem volt ilyenem. Volt ilyenem, nagyon menő. Ez szerintem ez valamilyen, hát egy ilyen szibériai találmány lehet, vagy tőlünk keletről jött. De ezt nem ilyen -20-ban kell? Tehát -2-3-ban föl kell venni farmer jéger alsó? Gyerekkorom anyám rám adta, aztán ezt már lebeszéltem egy idő után, hogy ez most már azért nem biztos, hogy kéne erőltetni. Tehát ez nem akkor, amikor nagyon hideg van? De ez a legdurvább. Igen? Ez a legdurvább. Mondjuk ezeknek az anyaga általában nem olyan jó, mint mondjuk azok a technikai cuccok, amiket már lehet kapni, nem is olyan drágán. Most is van rajtad? Nincs. És ha van rajtad, akkor bejössz és leveszed, összehajtogatod, berakod a hátiságba, és amikor elmész, átveszed, vagy abban vagy, és úgy mész haza. Persze, de úgy csinálom, hogy a Feri azt találat eszelő mindig, hogy ő égjen.
Múltkor is kérdezted, hogy mit keresed. Mondom, ma ebben jöttem. Tehát bejössz, levetkőzöl, leveszed a kis jégerasot, vissza a farmer, és jégerasó be a hátizsákba. Most már inkább ilyen technikai cuccokat hordok. Aha. Tehát nadrág alá, hogyha nagyon hideg van, akkor vannak ilyen jó minőségűek, nem vettem, kaptam. Természetesen még meg kérdeznétek. De van még jégerasom is otthon. Csak egy pillanatra így megakadtam ezen a hátul gomboláson, hogy ott a nadrágodat ugye mindenféleképpen azt le kell letolod, azt és le akkor kell. Utána csak gombolsz egyet, és úgy, aha. Hármat. Úgy, gyerekek. Nálad ötöt. Azért, az durva. Ugye, hogy az egy durva szett. Vannak dolgok, amiket le kell tenni egy idő után. Ez a jéger alsó. Ez ilyen orosz specialitás lehet valószínűleg. Először én sem hittem el, azt hittem, hogy el van rontva, vagy el van szabba. Kaptam kettőt ebből a típusból, még egy ilyen, mit tudom, 15 évvel ezelőtt, és nem hittem el, basszus, hogy hátul végig gombolós. És a kesztyűd is olyan, hogy be van varva a kabátba, és így lóg az ujja? Tehát úgy hordod a kesztyűd, de pontos a Beninek leszakadt, Vikinek vissza kellett varni, hogy úgy be van neked is hátul és varva, két oldal? És igen, van a sapkámon, ami egészen leér a derek, és mindig lóbálom, ha a lányok kéri. És amikor mészel, akkor mondja Monika, hogy jégerásod, felvetted, igen, kesztyű be van varva, igen, bojtos sapka meg van, igen, na futás, mert lekésed a buszt. És akkor és kerázol a kis... Betétet belehúztad a hótaposorba? Jaj, ezt elfejtettem! Jégerásod, felvetted, igen, kesztyű be varva, igen, sapka meg van, na akkor irány. Mert lekésed a villamos. Na itt van még egy szeretlek város kenyére. Aztán szalad. És kicsit maszatosan szállsz fel az 51-es buszra. De nem, soha nem maszatos az arcom, mindig nyállal letörli, mielőtt elindulok. Nekem a jéger alsó és a bevart kesztyű az nagyjából ugyanaz. Tehát, hogy tulajdonképpen tényleg az alpira csizmába még a betétet berakod, este kiveszed, berakod a radiátor alá. Tehát, hogy ez kifordítod a csizmát. Kifordítod a csizmát, vagy kiveszed belőle a betétet. Szofisztikáltabbaknak. Alpine, így van, mi csak ugye alpinának hívtuk, mert nem tudtuk, hogy kell mondani, és nagyon jó vastag ilyen kis bakancsó. Tehát kellenek ezek. Egyébként vessetek meg az a csősapka, ami ugye sál egyben, azt szerintem tök paraktikus. Ha lehetne valami jó pofát kapni fel, miért? Ráhúzod, és van egy luk elől, űrhajós sapka, egyébként űrhajósnak képzeltük magunkat akkor, és lent van sálként, szerintem az zseniális. Látszik, úgy látszik, valószínűleg a méreteidnél fog már akkor is egy elrettentő hatású lehető, vagy látványú, de akkor valószínűleg nem vereketél eleget az óvodában, meg az általános iskola alsó tagozatában, mert ez volt az első, amit elkaptak. Tehát, hogy ők a verekedésbe keveredtek valakivel, én ezért utáltam, mert amikor valakivel összevesztünk, meg ciokoltunk, akkor az volt az első, hogy meghúzta, és hátra húzta, és lecsúszott egészen így a tarkom. És iszonyú hülyén éreztem magam, ugye meg volt kötve elől, hátul meg ott cibáltak, és húztak így lefelé a földre. Hát borzalmas volt, meg akkor valószínűleg nem bunyóztam. Engem nem mertek venni. Ja, nem mertek. Tudták, hogy a súlybeli fölény az segíteni fog. Csak 8-10 támadtak meg, mint a hiénák, amikor rámennek a izére. Hordaként jöttek. Igen, a hiénák, amikor rámennek az orszarúra, megmarnak egy kicsit, és kivéreztetnek. Mondjátok azt, hogy én nem vagyok férfi. Nyugodtan, én életemben nem verekedtem. Tényleg? Soha. Gyerekkoromban sem. Értem ezt, komolyan mondom. Egyszer volt egy általános iskolában, ott egy gyengébb gyereket elkezdett zrikálni, azt hiszem egy évvel idősebb fiú, és akkor ő hozzámentett. És egy kolbászt. Majd én is megverted a gyengébe. Nem csak én. Igen. De csak egy lángolt kolbászt szíjat hasítottál a hátából. Ráleheltem fokhagymaszagot. Nem, ő mögé mentem, és így átkaroltam, és lefogtam, hogy ne csinálja nekem. Ez volt de pár zavózolat? De semmi. Igen, is rászorítottam az iskolapadra, és megcsináltam hátulról. De semmi pajzánkodás nem volt benne. Hát egy kicsit. De soha nem verekedtem. Aha. Tehát lehet, hogy akkor ez most megint olyan, hogy a férfi, aki nem ért a sporthoz, aki főz, és nem verekedett. Fel lehet tűnőni, hogy az ember nem verekszik, csak nem érdemes. Aha. Mi volt benne a jó? Figyelj, nem tudom, hát nem, azért... fiúként, tinédzserként, gimnazistaként, hát ott járkáltok, hordába vernek, megvernek, pofot, benne vagy minden balhém. Én legalábbis így nőttem föl, tehát nekem sok balhém volt, nekem nagyon sokszor bántottak. Én mindig elintéztem. Néha kiálltam magamért birkózó edzéseken is, azért a nagyok nagyon sokszor bántották a kicsiket, szóval engem azért így megveregettek. Ja, edzés után még kaptál egyet? Hát a nagyok azok verték a kicsiket, mi kínosztuk a nálunk kisebbeket, persze, gimnázium, általános iskolában, hordában jártunk és mentünk rá a gyengébbekre, hol mi voltunk a gyengébbek az időseknél, hát azért sok balhék volt persze. Összevesztem a bátyáddal, gyere csak ide is. Volt egy bátyám, igen, egy kettővel fölöttem járt általánosban, igen, valamit rosszul csinált, azért én kaptam, hát nem kell az. Néha, szerintem. Soha. Középiskolában már más módszer. De lányokat módszert. Se, senki. Semmi? De őket igen, de az nem számít verekedésnek. De gonalom. Középiskolában már megoldottuk, másképp gyere, ígyunk valamit.
Igazgató úr! Ott verekednek, hátul! Köszönöm, Rákóczi! Köszönöm, Rákóczi, így már megvan a hármas. Jó, holnap is jelentek, holnap is jelentek. Ott is verekednek! Rohadékok vagytok. Nem voltam nyallert soha, az ember nem verekedtem. Neki nincs ebédjegye. Igen, ő nem írta be a kettest az ellenőrzőjébe. Neki hamis az ellenőrzője. Ja, azért maradták ki. Elkésett. Magatokból indultok ki. Nyallereskedtél, figyelj. De van ilyen típus egyébként? Persze, itt ül. Ne, soha nem voltam ilyen. Jó, csak úgy úszol meg, ha valamelyik tanára jobba vagy, és az vigyázz rád. Nyilván ott álltam mindig a tanári előtt. Tanár úr, táskája! Itt maradt a táskája. Nem, vihetem a táskáját. Tanár úr, az uzsonnám, én úgy se kérem. Tessék csak megenni nyugodtan. Uzsonnát nem adtunk oda soha. Viccelsz? Az hozzá tartozik, hogy egy-két bunyóba azért, hogy benne legyél a kamaszkorhoz, meg a gyerekkorhoz, hogy igen, hát azért a fiú gyerekek azért azok sokszor erőszakosan játszanak. Hát, tehát, hogy az úgy benne van a szocializációban, hogy kell azért, hogy úgy néha megrendszabályozzanak egy kicsit, vagy úgy nem tudom. Így van, nélkülöm sem volt soha bunyó, mindig kellett, akit verjenek. Hát az most minden hát, jó, de hát az most minden jobb, érted? Hogyha? Hát, hogyha a Janit meg mindig megverték. Az is kell, hogy ne legyen akkora szád, hogy a nálad idősebbek néha jól megruházzanak, mert akkor tudod, hogy hol helyen. És mi volt? Amíg a fiúk verekedtek, addig te mentél az ugrálókötelet pörgetni, és akkor egy-kettő-három is ugráltál az ugrálókötelekkel. Makaramé szakkörben voltam addig a lányokkal. Meg, hogy Feri, ne gyere már megint ugrálókötelezni. Én mindig jobban kijöttem a csajokkal. És mondtad a csajoknak, hogy játszunk, szakíts, ha bírsz, ha mersz, ha tudsz, tudod. Szakíts, ha bírsz, ha mersz, ha tudsz, volt ez a játék, amikor felálltatok egymást a személyes sorfalba, és akkor rámutattak valakit, csak át kellett szaladni. Ha átszakított, akkor vihetett magával egyet, ha nem tudta átszakítani, akkor ő ott maradt. Ez volt? Ezt játszottad? Meg ugráló köteleztél? Ez durva játék, ilyet mi nem csináltad. Ezt nem csináltad. Sziasztok, beszállhatok egy kicsit? Ha van kedvetek, ugróiskolázhatunk, csak aztán már nem kell a dicséretemért az igazgatóimba. Nyilván így volt a rohadt. Képzeld el, hogy egy ilyen szintú lett vagy. Hát nem képzeld el, ez így történt. Ez így történt. Fiú, aki kimarad a balhékból, és egyetlen egyszer sem, legalább egyszer nem verik meg, nincs benne valami iskolai zűrő, vagy valami, az így történt. Tanár úr, a köpenye, ne tessék itt hagyni. Tanár úr, nincs mindig mellett. Tanár úr, ne tessék elrohanni. Vagy annyira benyaltam magam, hogy már nem mertek bántani, akkor sem, ha nincs ott a tanár. Ferenc, hozzon krétát a tanáriból. Már hoztam, tanár úr. Már letöröltem a táblát. Ferenc, törölje le. Már letöröltem, tanár néni. Jó, megvan a kettes, tanár néni. Milyen kettes? Ötös? Igen. Nem lehetett kettest hazavinni, viccelsz? Nem. Jó. Következő kérdés. Igen, itt van. Én már tudom. Nem tudhatj, de tudom! Üljön le, Ferenc, nem, én ne jelentkezem mindig magam. Látod, írják, Feri kár volt tanulni, ugyanott tartasz, mint a bolig. Hát azért Látod? Tulajdonképpen minden zűrben benne voltam, rossz voltam, rengeteg balhém volt, te pedig ugye végig tanultál mindent, és nézd meg, ugyanott tartunk. Ugyanott tartunk. Kár engem nagyon tényleg. Sokszor megvertek, de hogy az kellett. Jó, de Ferének aképpen még mindig van az, akikre büszkék vagyunk, táblán ott sárgul. Már be van vésve, ja. Tudod? Már egy tábla van róla. Nem, valahogy nekem elmaradt, nem tudom. Azt a megvető pillantást, hát ha látnátok hát odakint az étterben. Nem, ez az irítség, hogy annyit lehetél a csajokkal. Lehetett volna nektek is, mondom. Makramé szakkör, főző szakkörbe mentél, tök jó volt. Amíg kint dur voltak a többiek. Feri, nem jössz? Bent kötögettél. Feri, nem jössz? Lesz tanárdiák foci meccs. Én nem játszok a tanári kar ellen. Nem, a Feri volt az, aki bevettek a tanár... Igen, bevettek a tanári karba, és beépített ember. Igen. Nem, te voltál az, aki a diákokkal játszottál, és mindig beengedted a gólt a tanároknak. Feri, ez nem volt gól. Mellé nyúltam. Mi? A lábad között bemegy a labda, Feri, ne csinálj. Én vetődtem, de a másik irányba. Igen. Jaj, kikötött a cipőfűző. Te viszik a labdát a kapura! De be kell kötnöm, mert te lesek. Igen. Agy király katonát, ez volt a játék. Azt játszottad a csajokkal. Nem, igen. Az durva, mondom. Feri, jössz focizni? Nem, agy király katonát játszom a lányokkal. Hát figyeljetek, gyerekek, ott úgy került bejebb az ember, tudod? Volt simi labdát, kérdezi valaki, hogy amíg mi a fociztak a többiek kosárba, aztán simi labdáztál? Persze. Csak amikor szétszakadt volt baj, tudod, mert az ilyen fűrészporral volt töltve, és ezt föl kell takarítani, meg akkor addig nem volt simi labdám, a következő búcsúig meg kellett várni. Te jó. Azt búcsúban vettük, szeptemberben, simi labda. De kár, hogy mi nem jártunk egy gimnáziumba, vagy egy általános iskolába. Rámentünk mert volna akkor nagyra. Megtérítettem volna a nagyot. Megtérítettelek volna benneteket. Ülsz ott, mi ott focizunk,
grundon tudod, te meg a tanulod a történelmet, meg bújod a könyveket. Ha ráment, kapjuk el a nagyot, gyertek. Dolgozzuk, dolgozzuk meg a nagyot. Istenem. De jó lehetett neked. Én soha nem lettem tagja a Moncsicsi klubnak. Még téged biztos bevettek oda is a lányok. Nem vettek be, én alapítottam. Ja, tényleg. Moncsicsi klub. Kell. Egy kicsi balhé az nem árt a fiúknak. Az úgy az életre nevel, meg a csibészségre. Az jó. Az jó. Egyébként szerintem. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Egy nagyon helyes cikket találtunk, és jó témaindító lehet. Méghozzá a generáció szakadékokról szeretnénk egy kicsit beszélni. Technikai értelemben, ha lehet így mondani. Mert hogy történt egyébként, hogy egy idősebb nagypapa segített az ő unokájának, aki azt mondta, hogy lefagyott a számítógép. Mm. És az egyik brit napilap talán, nem tudom pontosan, közölt egy képet arról, hogy a nagypapi kicsit félreértette a problémát. Ugyanis unokája azt mondta, hogy nem akar tovább működni a számítógép, nagypapa segíts, lefagyott. Mire a nagypapa megérkezett, és fogott egy hajszárítót. Nagyon jó. Általában komoly. Bedugta a hosszabbítóba, ami ott volt a számítógép mellett, és nagypapa teljesen jóhiszeműen, jótékonyan, segítő szándékkal elkezdte fújni hajszárítóval a számítógépet, és erről egyébként pont az egyik brit napilap fel is tett fotót, ahogy az unoka megdöbbenve lefotózza a nagypapát, ahogy nagypapa egy hajszárítóval hát fújja a gépet. Hát praktikus gondolkodás mond az öreg. Figyelj, sokkal jobban járt így, mint hogy a meleg vízbe tette volna. Hát például. Nem. Igen, vagy alágyújtott volna. Igen. De olvasom közben, hogy mit írnak. Igen, kiírták, még otthon ne próbálja ki, nem mintha veszélyes lenne, csak teljesen felesleges. Igen, ez igaz. Igen. És látható a képen, hogy nagypapa egy fehér hajszárítóval fújja az egyébként tényleg lefagyott gépet, ami ugye ez a kék halál van, lehet látni. A monitort melegíti a papa. Gondolta, hogy az nem működik, akkor ezt megoldjuk. Imádom. Hát figyelj, és valószínűleg azért csinálja ezt, mert nem fér be a mikróba. Mert ott rárakta volna csak a defrostra. A defrostra, amivel mindig is szokták a csirkefarhátat engedni, és akkor rögtön kiengedett volna a számítógép. Na és nézzük meg, hogy akkor, hogy hogyan ez hallgatóinknál, hogy mik azok a dolgok, amik egyszerűen már nehezebb elmagyarázni szülőknek, nagyszülőknek. Ti mit tapasztaltok, hogy mi az, amit valahogy már nem akarnak megérteni, nem szeretnek használni, utálják, nem is nagyon értik, és mindig elmondják, hogy jaj, hát az én időmben ilyen nem volt, mennyivel egyszerűbb, mit tudom, a gázon megmelegíteni a csirkepörköltet, ahelyett, hogy ebbe a fura dobozban, mivel forog a tányér, világít, és csipokkal lejár az egy perc, betenni az ember. Hogy melyek ezek a dolgok. Ez a mikro. Hát, fura doboz, forog benne a tányér és csipog a végén. Hogy mik ezek a dolgok, ti hogy tapasztalták szülőknél, nagyszülőknél, mi az, ami már nem megy át, vagy nehezebben megy át, vagy nem értik, és nem szeretik használni. Mindenhol van ilyen. Az én gyönyörű Máriámnál, aki az én édesanyám, az SMS, az nem sikerült. Már fogadni tud, van neki egy nagyon egyszerű készüléke, és akkor az elején próbálta a nővérem elmagyarázni neki, hogy ugye tudunk írni egymásnak, hogy lehet egy-egy mondatot, vagy valamit, hogy adatot át akarsz küld, bármi. És a fogadás azt megfejtette, hogy kell kinyitni az SMS-t, hogy amikor kis boríték van, akkor arra rá kell vinni a kurzort. És gépen? Próbál... Vagy hogy? Nem. Telefon, SMS, telefon. Egy kurzor van a telefonján, vinni hát, kell annyilat? Így van, ilyen négyes, tudod, egy kör, és négy felé tudod ezt mozgatni, és akkor rámész. Ja, tényleg, az a régi, igen. A nyilak volt, és akkor visszatér, beállítások, hát opció, nem okos óra, számológép, üzenetek. Az, ja, értem. És boríték volt az üzenet, tudod. De boríték volt, arra rámész, mama, akkor megnyílt, és akkor el tudod olvasni. És próbáltuk elmagyarázni, hogy lehet neki választ írni, aki írt neked, de hogy egy billentyűn több betű van. Na, ez a nagy probléma. És itt vége. Igen. És itt vége, hogy a kettes billentyű az A, A, B, C. Igen, a hármas DM. Tudom, és nézed, és közben szeretnéd neki megtanítani, és egy kicsit sajnálod is, hogy már erről lemarad, és te tudod, hogy egyébként valójában milyen egyszerű. Közben eszedbe jut, hogy valóban majd a te gyereket 30 év múlva ugyanígy fogja tanítani, és jótékonyan megsimogatja, átadod, hogy jaj, papa, hagyjad, mert hogy egyszer mi is leszünk ebben a helyzetben. Vagy valójában leszünk ebben a helyzetben, vagy a mi generáció már ezeken a kütyüken szocializálódott, és már nem lesz ekkora szakadék, mint mondjuk
most a szüleink és mi közöttünk, hogy, hogy igen, tehát hogy nekem is mi rá tudtam ütni, hogy van olyan telefon, amin van internet, azért az nekem az hosszú hónapokba került, hogy tehát nem kell otthon lenni, hogy internetezzünk. Telefonra, na most hogy? Tehát van egy csomó jó dolog telefonon, egyébként egészen jól veszik szerintem, tehát hogyha egyszer elkezded a szülőket erre visszaállítani, és folyamatosan tanítgatod, hogy van a skipe, és akkor följön skipe, és akkor belebeszélsz. Jól veszik. Tehát, hogy még szerintem fogékonyak, nem? Hát az elfogadás az igen, valószínűleg, tehát már nem csodálkozik rajta, hogy én otthon megnézem az e-maileket, de szerintem így önmagában teljesen elzárkózva nem érti, hogy mi történik. Nem érti, és nem is akarja már érteni. Ők nem szeretik ezt a világot, nem ebben nőttek fel, nem is nagyon értik, és ezért, mert nem ismerik, ezért nem is nagyon szeretik. Én legalábbis azt láttam, hogy amíg élt a nagymamám, ő nagyon megpróbálta mindig felvenni a fordulatot, és hogy SMS és mobiltelefon, 80 évesen ő még próbált mobiltelefont használni, soha nem kaptam tőle üzenetet, mindig rossz helyre küldte, de nagyon lelkesen csinált, de azt mondtam, hogy mamikám... De nekünk, mert nagyon szívesen szóló, kedves üzenetek. Írtam neked, Balázs. Igen, elkészült, a Baracklek már nem jöttél ért, hát mamikám azért, mert egy fél éve nem kaptam tőled SMS-t. Ja, mondta, de nagyon lelkesen próbálta mindig. Tehát ott volt a kis telefon, narancssárga, még az a régi Nokia, tudod, ami narancssárgán világított, és próbált elküldeni az SMS-t, sose adta föl. Tehát, hogy mindig volt benne rendület. Az akarat az meg volt. Tehát az akarat meg volt. Megnézheted az összeset. Hónap végén. Hónap végén, amikor átmentem hozzá, meglátogatnék az elküldött SMS-ekben, láttam, hogy hú, mamikám, hány országba küldtél te SMS-t? Nézzük a piszkozataidat. Nézzük az elküldöttet, a piszkozatot. De hogy van az a generáció, vagy van az a szülő, nagyszülő típus, aki viszont utálja. Nem ismer, és nem is tudod nyitni. Vele megszerettetni, meg, és nem is hajlandó már e felé nyitni. Meg nem. Nincs is rá effektíve szüksége, tehát hogy nincsen rászorítva arra, hogy használja ezeket, mert otthon neki azt mondja, hogy át ő inkább, hogy is szeret bratizni a postással, akkor meg tudja kérdezni tőle, hogy mikor érhet oda a levél, ha ma feladja az unokájának. Tehát szerintem már ez az elsőbsége, az se, nem kell, az ráér, nem baj, ha két nap múlva ér oda, az se fontos. Tehát, hogy még ez se. Ott van egy kis vezetékes telefonja, azt ő nem mondja le. De hát nem kell, hát ott van a nem, a vezetékes, az a biztos. Valószínűleg az egy biztonsági érzetet szerintem, nem? Tehát, hogyha lemondaná, oké, hogy ott a mobiltelefon, lemerül, nem hallja, a vezetékes, az, ami be van dugva, az a biztos. Az a biztos. Tudod, te mennyit vártunk rá annak idején, hát csak nem fogom most. Ez de is egyébként lehet, tényleg. Van. Tehát, amit mi már szerintem tényleg nem értünk, hogy várt rá, beszélt az iker, akkor nem beszélt, azt szokta meg, azt tudja, tárcsázza, ismeri, elérhető. Tök büszke volt rá. Igen. Megkapta ezt a piros telefont, vagy sárgát, fú, ilyen nagyon csúnya színű tárcsázás. Feketébe jött az alapból, fekete volt az alap, és akkor, hogyha te pirosat akartál, oda nagyon csókosnak kellett lenni. Oda nagyon csókos. Valószínű, mi is ennyire mások leszünk, vagy... Szerintem a vízválasztó az, hogy szükséged van-e rá, vagy nincs. Tehát, hogyha kell például a munkádhoz, vagy bármihez, a hobbithoz az, hogy legyen hát. Mondjuk olyan interneted, vagy olyan hozzáférésed, akkor csinálod. Én ha tuki. Nem, a angyámnak nincs rá szüksége. Mi a francnak, érted? Ő már receptet nem nézeget az interneten, már nem fog. Anyám például kiválóan internetezik. Kiválóan. Előzmények, kereső, beüti, mondok neki valamit, megnézi, visszaküldi, ez nem úgy van, tudod, így kicsit helyre tesz, hülye vagyok, ez nem így, rosszul mondtam, megnézi, Google, tehát kiválóan internetezik. De érdekli valószínűleg. De valószínűleg van egyfajta affinitás, egyfajta érdeklődés. Mi igen. Nem leszünk tőle ennyire távol, vagy legalábbis reméljük, de hát én nem vagyok egy ilyen nagy számítógépes felhasználó, tehát de én már látom, hogy a két gyerek az kenterbe fog verni. Ha beleszületnek nekik, ez halálosan természetes. Igen. És a béka meg mindig azt mondja, hogy fia, azért kell tudjuk, de hogy úgy meg fognak vezetni 15 éves korukban ezzel, hogy ő közben lebeszéli a randit, átírja. Oké, de legalább az esélyt ad meg. Mondtam, hogy remek, drágám, akkor te tanuljad. Igen. Ír egy hallgató, van az a szülő nagyszülő típus, aki addig jut, hogy tényleg, ha merül az elem a távirányítóba, akkor erősebben nyomja a gombot. Na, annak nem fogja. Ugye, megvan ez a típus? Hát, hogy az egyes gombot, hogy mi nem? Cserélj elemet. Dehogy elem, hát az egyes gombot. És nyomja. És közelebb megy. És nézed kívülről, és azt látod egyébként, hogy szülő nagyszülő kicsit újra gyerek lett. Nem? Tehát, hogy egyszerűen nem jut el az agyáig, hogy nem az egyes gombot kell erősebben nyomni, hanem elemet kell cserélni. Ennyire egyszerű. És hogy tulajdonképpen ennyire egyszerű a dolog. Apósom ezért oldotta meg, hogy nem kellett mindig elemet cserélgetni. A távirányítóba volt nála egy hosszú kb. Egy 50-es pálca, és a fotelből nyomkodta a televíziót. Jó, de például a mostani tévéken már ilyet nem tudsz csinálni, nem, mert ugye nincs ott a kezelő oldalt, esetleg van két ilyen hangerő, meg csatorna. Fix gomb. Kész.
Igen, egyébként szerintem az van, hogy mi azt gondoljuk, hogy nem fogunk lemaradni. Vagy azt gondoljuk, hogy a mi generációnk már tudja. Meg a mi generáció már azért valamennyire hasonlít az Y, az E generációhoz. Tehát, hogy mi azért tudjuk tartani a frontot. Miközben szerintem még a B generáció. Erősen egyrészt B oldal vagyunk, kettő, nem tudom, mi melyik a 77-es, melyik generáció. De hogy szerintem 15 éves korukra, legalábbis technikai szinten szerintem Kenterbe én már most érzem. Kenterbe én már most verni. Érzem. Én amúgy állunk majd hülyén. Sok tekintetben én őskövület vagyok, ráadásul én azért meglehetősen vágyom erre a régi időszakra, ami már soha nem fog visszajönni, meg úgy hiányzik is. Én biztos, hogy le fogok maradni. Én biztos vagyok benne, hogy egy ilyen na jó, de hát a Bakonyba hova? Bakonyba vagyok, kiköltözel, hát nem mindegy, hogy van ennek, vagy igazából csak mindegy, nem? Francba. Igen. Jó, na jó, SMS-ek jönnek, rögtön szemezgetünk ezekből. Írjanak nekünk azon hallgatóink, akik tapasztalták ezt, hogy mama, nagymama picit nem ért és lemaradt, de írjanak azok is, akiknél a 83 éves nagymama expert szinten használja a Facebookot, megy, nyomul, kicsit ott van az Instagramon, bejelentkezik, átjelentkezik randi oldalra megy, tehát mind a két oldal érdekel bennünket, ahol nagyon jó a nagypapa, nagymama, és hihetetlen profi, mert mondjuk rákapott a Facebookra, vagy az Instagramra, és hát természetesen azok is írjanak, akik egyszerűen nem jutnak dülőre, szülőkkel, nagyszülőkkel, mint ahogy ez a nagypapa is, ugye, aki éppen hajszárítóval próbálta a lefagyott mindazt egy picit megjavítani. Nem tudták megmagyarázni a nagypapának, hogy nem bébi attól, hogy nincs rajta szőr. Hogy micsoda, hogy? Nem bébi attól, a bébi ez még fiam, hát de hogy bébi, papa, csak más idők járnak, nem mindenem van szőr, aminek annak idején volt. Nagymamám mindig mondja, ha teló van a kezemben. Már megint karcjátékozol. Karcjáték, ez az. Karcjáték. Már megint karcjátékozol, írja nekünk egy a hallgató. Anyám odáig jutott, hogy a gépet a nagy gombbal kell be is kikapcsolni. Ennél tovább nem hajlandó menni. Meg is vagyunk. Írja nekünk Kitty. Nagymamám felhív, hogy lejtette a mobil szétesett darabokra, másnap meglátogattam, hozta, hogy rakjam össze. A tévé kapcsoló volt a kezében. És csak a két elem esett ki belőle. Jó, mama szemüveget is kéne zserélni. A mamából már nem lesz expert fel. Halló! Halló! Annyi gomb van a telefonon, a rohadt életben. Nézd már a tévét is, kapcsolja a iskoláját. Most olvasom, videó is van rajta. Igen, ott azért eléggé alapszinten kell elkezdeni a felhasználást. Jó, én mama, ez tényleg csak egy szint, hogy odahúzza a kis széket a mikro elé is. 10 percenként kell bekapcsolni ezt a rohadt tévét, és olyan unalmas. Mindig csak ez a forgótányér van benne. És aztán ti egy perc után valami pattog és penódos lesz a belső. Már mennie kéne a fásimulatónak. A tévé újság szerint. Hát szenzációs SMS-ek vannak, tényleg. Anyósom az okostelefon albumban fényképezgetés közben minden második képnél megnyálazza az ujját. Hát a megszokás. Mondtuk neki, Jucika, ehhez nem kell nyál, anélkül is lehet lapozni. Óriás. Hát az újságot is úgy, hát, kicsit meg, ugye? Nagyon jó. Nehogy egy kép kimaradjon. Porszívózom a gyerekorát, nagymamám odaszalad, kihúzza a porszívót, és lenyom egy hatalmas taslit, hogy megölöm a gyereket. Marci küldte nekünk. Az én édesapám 79 évesen vett okostelefont, és hangos animált üzenetet küld a Viberen keresztül, amit a 8 éves unokája tanított neki. Saját éves családi naptárat készít Excel táblában. Szép hány napot, éves jók vagytok. 79. Na. Ugye, mert mondtuk, hogy írjanak olyan hallgatók is, ahol viszont hát profik a felhasználók, és szülők, nagyszülők nagyon vágják a technikát. Nagymamám napi háromszor Facebookozik, családi bejegyzéseket cenzúrázza, ha valami rosszaság kerül ki, azonnal felhívja a figyelmet, hogy ezt nem szabad, és ilyen csúnyán nem lehet kiírni ennyi ember előtt. Mit fognak gondolni mások? Igen, nagypapám a vonalas telefont is csak felvenni tudja, ha segítenek neki. Ádám írt a Miskolcról. Anyósom megkérte a párom, tegye fel pendrive-ra az egyéves ikreink fotóit. Majd itt hagyta a légkondi távirányítóját. Nagyon jó. Nagy pendrive, de sok anyag félre. Aranyom, írjátok már ki az unokafordóin. Hoztam egy pendrive-ot. Megérkezett a mama. Remélem ráfél. Megérkezett a mama a légkondi távirányítóival, azért az nagyon helyes. Itt van velünk Zsanett. Hello, Zsanett. Jó reggel. Sziasztok. Hello. Na, veletek mi történt? Nagyszülőkről van szó? Igen, nagypapámról személy szerint. Mit csinált a nagypapa? Hát kapott tőlünk egy sütőt, hogy megkönnyítsük a sütést. Ez a fritőz, ugye? Igen. És a nagymamám tudta is, hogy kell használni, de ő pont nem volt otthon.
gondolt egyet, hogy krumplit süt magának, hát föltette a gázra, bedugta a konnektorba, és alágyújtott. Tehát mondtátok, hogy papa ebbe süsse a krumplit, vagy papa ebbe süsse a krumplit, és ő feltette a gáztűz helyre, igen, a fitőzt, és meg alágyújtott? Igen, igen. És beletette a krumplit? Hihetetlen. Mire gondolt akkor, igen, de hogy mire gondolt akkor, amikor még be is dugta a konnektorba? Hogy az a melegítés. Plusz, annál gyorsabb. Belülről is melegít. Micsoda puccos bogrács. És igen, hogy vette észre, hogy ez nem jó? Tehát meggyulladt a fritőz, vagy mi történt? Igen, igen, elkezdett olvadni, ez füstölt, akkor a papa elzárta a gáz, kihúzta, és kiment. Ennyi. És ott hagyta a tetejt. Igen. Atya, úristen. És finoman a fritúra állott a gáztűz helyre? Teljesen. Jó, hogy nem robbant föl a papa, vagy én nem is tudom. Hát, hogy valami, nem lett egy ilyen lakástűz, egy elektromos tűz. Nem tudom, hogy mire gondolhatod, de 75 éves volt szegénykém, úgyhogy... De nézzük a jó oldalát, papa még próbálkozik. Tehát nem, igen, adta föl, igen, nem azt mondja, nézd már, milyen hülye kütyű, mm-hmm, inkább. Hát, hogy papa még azért van benne vitalitás, ő földobta. És hívta a nagymamát riadtan, hogy valami nem stimmel, mert hogy megolvadt a lábos? Hát nem, a mama följött a kertbe, ugye látta a nagy füstöt, aztán mondta, hogy mit történt, és akkor papa mondta, hogy hát ez és ez. Úgyhogy kiszelőztették a lakást, és új gáztűz helyet kellett venni. Kiszelőztették a lakást, aztán a mama is feltette. Igen. Figyelj, és papa másban is ennyire szuper felhasználó? Tehát próbál internetezni, mobiltelefonálni, ja, vagy nem nagyon? Nem, semmi. Tehát ő megállt a régi jó dolgoknál, és azt mondta, hogy neki elég. Hát lehet, hogy a fritőzős eset elvette a kedvét. A további próbálkozással, igen. Zsanett, ez nagyon helyes sztori. Köszi, hogy elmondtad. Puszi. Hello, ciao. Ez nagyon kemény, igen. És van az a típus, aki még kiskéri egy kicsit magának. Tehát lehet, hogy ha papa is ez lett volna, akkor be... Ha mindent olyan gyengen szaranyagokból csinálok meg most már, nem? Egy normális lábos se lehet föltenni a gáztűz helyre, anélkül, hogy ne olvadnál. Ha én milyen világ? Anyósom állandóan az e-mail tárnyezőjébe írja a több oldalas üzeneteit. Nagy. Ott sincs azért komoly felhasználás, Juntin, igen. Ha nagyapámhoz elmentünk vendégségbe, megmutatta, hogy neki már mobiltelefonja is van. Aztán kikapcsolta, és visszatette a dobozába, mondván, úgyis itthon vagyok. Hát akkor meg mindent te van, ugye? Már nem megyek sehova. Akkor nem kell. Bence küldte nekünk. Anyám belenéz a telefonjába, amikor fotóz. Mondtam neki, hogy az a vakú, de azt mondta, nekem nem magyaráz, meg tudom én, hogy kell használni a fényképezőgépet. Azért látod az anyádat belenézni a mobiltelefonba? Azért az is nagyon kemény, igen. Itt a legdurább SMS, figyeld. Nagyim Skype beszélgetés közben kihajolt, hogy integessen a hátul lévőknek. De jó fej. Mama nem annyira vágja a Skype-ot, hogy téridő, háromdimenzió, hogy van, mint van. Kicsit kihajolt, mert látod, hátul vannak. Hát integetett. Hát nem látják. Nagypapám 78 éves, most vett magának egy almás táblagépet, sakkozik és bankügyeket intéz rajta, közben az okostévén rögzíti pendrive-ra a kedvenc sorozatait, mert ugye kettő egyszerre nem megy egy időben, nem akar lemaradni semmiről. László Szulejmán, szép napot, Gábor. Semmi. No, papa nagyon durva. Papa nagyon durva. Mama pánikolva hív. Letöröltem a gépről az internetet. Kiderült, csak az Explorernek az ikonját tüntette el, és mama már 4 iPad-et nyert, mert mindig ő a 999.000. látogató. Írja nekünk egy hallgató. Anyámat kérdezem, van-e wifi az új csomagban, amit kapott? Mondja, wiki-e neki nincs, csak Tibi-e meg Bogi-e. Mama azért mennyire durva. Mama nagyon durva. Anyósomat tegnap világosítottuk fel, hogy a mobilon nem a kijelzőbe kell beszélni, nem az a mikrofon. Írja nekünk Ildikó SMS-ben. Hát óriási. Amikor 15 éve megvettem az első asztali PC-met, nagyim azt mondta, hát fiam, nem tudom, mi került ezen ennyibe, de legalább egy kis tévét adtak hozzá. Atyaisten, gyerekek. Vajon egyszer mi is? Vajon egyszer mi is? Szerintem, gyerekek, igen. Hazahoz valami nem tudom milyen kütyüt, ami már kicsit nem is érdekel, elbarkácsolunk mi ott a garázsba, hoz valamit, ránézel, kérdezel két hülyeséget, és látja, hogy jó van. Lesz ilyen. Nagyfater már megkukult. Lesz ez 20 év múlva is, és valamelyik unokánk majd beküldi. Hát a nagyfater az. Mennyire hülye. Talán emlékeztek még rá. Igen. Működik ez visszafelé is, ír egy hallgató, az érintőképes telefonja után a lányom az én sima tellómat nem tudja felvenni, hiába simogatja a képernyőt. A régi gombosat, ugye? A régi gombosat. Nem megy úgy. Igen. Nagyszüleim még a videó hős korszakában hazaértünk, micsoda, a tévé előtt is mutatják, hogy csendesebben kérdezzünk az öcsémmel. Mi van?
Ennek nincs nagyon értelme. De van, olvasd csak föl. Csendesen meg kérdezzük az öcsém, hogy mi van, mondják, hogy hogy vesz fel a videó. Vesz fel a videó, csendben legyél, rá hallatszik a hangod. Megszokták. Ja, hogy ő valamit vettek fel. Vettek fel a TV adást, vették fel videóval, és most... Veszünk azt hitték, hogy mikrofonnal vesz föl. Ja. Ja, értem, igen. A csöndbe kell lenni, mert vesz a videó. Atya Isten, igen. Az nagyon kemény. Gyönyörű SMS. Az én nagymamám, gyermekeim, Didie, kiteregette egyesével a nedves popsitörlő kendőket. Azt hitte, hogy az acskó elázott. Ismerős probléma. Hát tisztavint. Hát vízesen adják azt a törlőket. Hát milyen papír zsebkendő ez. Mamám mobilozik egész jól, de a géphangot nem érti. Annak is köszön, és elnézést kér a zavarásért. Ja, hogy amikor géphang jön be. A kapcsolásé kérjük. Igen, elnézést, bocsánat. Jó napot kell, köszönöm, jó, van, várok. Szépen, viszont. Látni kellett volna, hogy a 7 éves kisfiám sorolta a 80 éves dédi mamájának, hogy mit kér karácsonyra. Tablet, Lego, csima, kukabúvár, penúza, az nem tudom, hogy penúza, az nem tudom. A dédi csak ennyit mondott, jó van, egy kukkot se értek. Tavaly ettem okos telefont, kérdeztem, van-e hozzá használati utasítás, a válasz az volt, hogy kérdezzem a gyerekemet. Ugye? Mert ő már tudja. Milyen szép, igen. Őt 36 évesen megértem, hogy anyámat letiltották a Facebookról. Erre még aznap látom, fent van külföldi álnéven nyomul. Mama nem lehet. Mama nem lehet kitenni. Föl, de mit tehetett föl, hogy letiltották? Mama mit csinált? Igen. Nem értem, miért kell a használt nejlonzacskót kimosni, Zoli írja. Ő is az idősebbekre gondol? Kimossák a nejlonzacskót? Igen. Ah, itt van velünk Timi. Hello, Timi. Jó reggel. Ja, ciao. Hello. Jó reggelt. Na, neked gyereked van, és ott van már különbség, vagy vannak szülők, nagyszülők? Nem, nekem egy fiam van, ő 13 éves, én 37 vagyok, de Kenterbe ver. Én most járok digisuliba, interneten keresztül végzem el, és tehát tudnom kell mindent. Tehát letöltés, PDF, mindent. És ő már ilyeneket mond nekem, hogy Steam, laggol, upszol, skinel, sampvariációk, ilyen 8 számjegyű valamiket írkod be, amivel kijönnek a játékok. Uh-huh. És ha már még megnézed az előzményeit is. Hát igen. Ott milyen érdekes dolgokat fogsz találni. Tehát gyakorlatilag már ő tanít téged. Igen, mondhatjuk. És programozó akar lenni, vagy ennyire érdekli? Inkább csak ennyire érdekli, főleg ezek a játékok. Igen, ez a durva, hogy ez számukra egy kézenfekvő kérdés, hogy programozó akar lenni. Nem, felhasználói szinten itt tartanak a gyerekek. Igen, pontosan. Igen. Oké, okay, köszönjük, hogy elmondtad, köszi, ciao. Köszi, hello. A 71 éves nagymamám iPad-en farmozik a nap 24 órájában, és 4-esen telefonál. Vannak azért ilyen is, igen. Az anyukám rendszeresen küld üres MMS-eket. De legalább ma próbálkozik, de Erzsi küldte nekünk, igen. Még pár évvel ezelőtt az unokatestvéreméknél lefagyott a számítógép, egyik unokatestvérem mondta a másiknak, hogy be kellene zárni az ablakot. Hát menjön be a hideg. Mire mamánk szaladt az ablakhoz, hogy bezárja. Ezt Csilla. Csilla küldte nekünk, mert hogy jön be, igen. Papának vettünk elektromos borotvát, a fülőhez rakta, és belehalózott. Úgy néz ki. De estőre. Halló! Szimkártyát nem adtak hozzá? Hát milyen világ? Szatyi küldte nekünk. Atya Isten. Feltöltős kártya volt még sokáig ilyen, hogy nem érzették. Az mi volt? Hát, hogy tudtál venni feltöltő kártyát, és emlékeztek, még volt maga a kártya formátum. Igen. És volt, aki azt be akarta tenni telefonba. Nem fér bele, túl nagy volt, csak azon volt, tudod, a kód, meg igen, nem igen, tudom, igen, 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 ötyögni, igen. És így működött. Azt is sokan írják, hogy megtévesztő volt. Igen. Após vizet öntött a porzsák nélküli porszívó tartájába. Nem vágta agyon az áram, Isten. Isteni szerencse. De vajon hogy? Tehát látod, hogy nincs porzsák. Ha nincs porzsák, az csak víz lehet akkor? Igen. Tehát nehogy már oda menjen a por, menjen vízbe. Itt van üres ez a tartály, porzsák se volt, tele öntöm víz. Igen. A nagyszülei mobilján bekapcsolt az ébresztő. Berakták a szekrénybe a ruhák közé. Hát csörög. Az is egy nagyon szép, igen. Az édesanyám folyton kipakolja a mosogatógépből a koszos edényt, és kézzel mosogat. Ha átjön hozzánk, az őrületbe kerget. Egyébként szereti, ez megvan ez a de típus. De miért? Hát nem szereti, azt gondolja, hogy az sokat fogyaszt, vagy arra használjátok, hogy ott tároljátok a szennyest, edényt. De hogy ott azért egy gombot kell megnyomni.
hogy valószínűleg utálják? Nem, meg szerintem azért nem szerzik, mert tovább tart. Valószínűleg ez lehet fel a probléma, hogy berakja, és akkor mitől egy program 30 perc. Ő meg 10 perc alatt elmosogat, minek rakjátok bele. Igen, nem kell ez a pazarlás, igen. Mama lenémította a tévét, 4 órán keresztül nézte úgy, majd mondta, hogy megy dokihoz, mert rossz a hallás. Meg a tévé is elrobbant, a sarokban van az a kis jel, nem tudom miatt. Helyesek, hát ezek nagyon jók. És gyerekek már csak 20 év választ el ettől minket is. Hogy egyszer egy rádió műsorban rajtunk röhögjenek majd. Biztos csak magad 20 évvel. 10 mi? Lehet, hogy az 10. Igen. Na jó, hát nagyon jó SMS-eket. Köszönjük szépen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Na! Mi lenne, ha ma nem beszélnénk semmiről? Tök jó zene. Lehet, hogy... csinálnánk egy olyan adást, amikor David bekapcsolt Gett mikrofonokkal ülünk, és nem beszélünk semmiről. Nem lenne kedvetek egy ilyen adást egyszer csinálni? De csak vagy a lázene megy végig, vagy azért egy nagyon kávéházi lenne, mintha nem lenne adás, mi vidáman beszélgetnénk. De ez persze kimenne adásban, de semmilyen témát nem dolgoznánk föl, hanem egyszerűen csak úgy, kit mit érdekel. Erre a troll is még fél órát, utána mézről egy 3-4 órát, én szerintem az igazán szórakoztató adás az lenne, ha megcserélnénk a megszólalásokat, tehát amit beszélünk egyébként hírekről, eseményekről két megszólalás között, az menne adásba, és akkor egyébként amit adásra az meg így, na, de jó lenne azért az ez egy... Ugye fordított napot egy, csinálni? Egy fordított igen. Napot. Tehát most arról beszélnénk, amiről beszéltünk a megszólások között. Így van. És amiről beszélünk de, a megszólások között, az lenne az adás. És ugyanúgy beszélnénk. Hanyát szemét is kilopnád, te gyökét. Tehát akkor kb. Melyik... mondta el a mézemet, de tényleg, hogy melyik a gyökér, amelyik bemegy és hozzágyúl az íróasztalhoz, és miért tűnik el minden nap, és egyébként csak ellopta a szemüvegemet, a napszemüveget, na az a gyökér, jöjjön egyszer vissza, és kerüljön a kezünk közé, igen. Na, egy kolozsvári nemzetközi repülőtérre kalauzolnánk el benneteket, kedves hallgatók. Jól van ez így, drága vezéreim? Ez jól van, ez jól van. Régóta terveztem egyébként, hogy kirepülök majd. Jól van ez így, ezen a madárcsi csergős? Igen, persze, csergős reggelen? Így van, ide reggelt mindenkinek. Madárcsi csergős reggelen, drága vezérem, szőrök barátom. Ugyan a legfrissebb hír. A kolozsvári nemzetközi repülőtér biztonsági rendszerét kijátszotta egy fiatalember a Wizz Air Londonba induló gépére, ugyanis fel tudott szökni, aki a szerelmét szerette volna meglátogatni, de már nem kapott ilyet a járatra, így felszállt a gépre. Érdemes azt is kielemezni, egyébként hogy jutsz el odáig, minden esetre a biztonsági szolgálat nagyot hibázott, és ott vették észre, amikor a fiú a pilóta fülkében szelfizett. Tehát a hülye ahelyett, hogy leült volna tök nyugodtan valahova. Nem tudsz leülni, nincs hely. Ez is igaz. Ugye? De mindig van a póthelyek, de ha. gyanús, aha. Hogy egyébként nincs hely, tényleg. Igen, föle sétálgat. Egyik a hátsó vécétől az első vécéig. De várjál, eladták az összes jegyet, föllógott a csávó, azért ezt tényleg fejtsük ki. Érdemes megnézni, hogy hogy jutott föl, igen. És akkor ott még ő be tudott menni a pilóta fülkében, mondva, hogy ott biztos van egy üres hely, leülök és hát csinálok egy selfie. A fedélzeti mérnök székére, igen, és leült egyébként. Fotózott, és a vaku, ahogy villogott, akkor vették észre, hogy hát ő ugye ott van a géper, és hogy nem biztos, hogy ott helye lenne egyébként. De hogy először ő bement a csomagoknak szánt helyiségbe, tehát ő valahol alulról próbált betörni a gépbe, és kitört egy ablakot, kijutott a repülőgépeknek a felszállási helyére, tehát a csomagokhoz ment be, valószínűleg bemászott a check-in pultnál. Igen. Bement a csomagokhoz, ahogy beült erre a futószalagra, a törökülésben, fura, hogy nem vette észre senki. A csomagok, ahol megérkeztek, ott kitört egy ablakot, és kimászott, és elindult a kifutón gyalog. És felmászott a gép aljára valahogy. Nem lehet, hogy nagyon úgy kemény. Került be a csomagtérbe, hogy becsomagolta magát egy bőrönbe, és odaugrált a pulthoz, ott valaki föltette, hadd szóljon. Hát ott azon a pulton keresztül nem tudsz átmenni. Ti mernétek ilyen butaságot csinálni? Tehát, hogy ez így, hát, nagyon szerelmes vagy, akkor miért ne? Nem? Hát, ha fűt a szerelem? Hát, végül is én is vettem egyszer virágot. Ugye? Na, hát, ugyanaz, ez tök ugyanaz. Hallod. Szerelmes igen. Volt, hát ez szerintem, mert leleményesnek kell lenni. Hát, nem? Jó, tekintve arra a tavalyi hírre, amikor ugyanígy valaki el akart jutni valahova, emlékeztek talán rá, és a fölkapaszkodott a futóműre, amit ugye aztán becsuktak felszállás után, és amikor a leszállásnak kinyitotta a csávó, akkor ő így koppant a betonon. Igen, kiesett egy ilyen enyhén fagyos tekintetű. Megfagyott? Aha, hát azért úgy, hát igen, 10 000-en azért nincs meleg. Tudod. Tehát én nem kockáztatnék. Mondjuk lehet, hogy a csomagtérben, ahol a bőröndök vannak, ott egy kicsivel melegebb van. Meg van váltás, meleg ruha. Na de a check-in pultnál ő tényleg lejutott a bőröndökhöz, és akkor ott a bőröndök mellett ő kimászott egy ablakon, és elsétált a repülőhöz.
Tehát még mindig föl kell menned. Fölmászott valahogy? Igen. Vagy nyitva volt a bőrönbe pakolójót, bemászott, és onnan fölmászott az utastérbe? Hogy jutott most nem akarok, egy Jason Bourne-os teóriával előállni, de mondjuk ott a csomagok között, vagy biztos találtam, hogy talán én az ottani személyzetnek, vagy ezeknek a csomagosoknak a cuccai közül, hogy egy kabátot magára vette, kiment a betonra, senkinek nem tűnt fel, mert mit tudom én, ilyen fényvisszaverős, megkülönböztető jelzéses cucc volt, valami overall, vagy ilyesmi, és azzal el lehetett jutni azért a gépig simán. Na de honnan szeret? Azért azt nem akasztasz csak úgy legyen. De szerintem azért ilyesmi, ez ott van hozzá lehet jutni. És aztán azért ne felejtsük el, hogy sok esetben mondjuk, amikor bepakolják ezeket a repülőgépeket, akkor ők fönt is vannak. Tehát a csomagosok azok fönt is vannak a gépen. És ott tologatják helyére a cuccokat. És mit mondasz a kollégádnak, amikor végeztetek? Vagy az álkollégádnak? Hogy Frank megbetegedett. Menjél mindjárt. Próba idős vagyok. Tehát leütött egy csávót, akinek beállt a helyére. Kiment a csomagszállító kis busszal a gépig, fölrakták a csomagokat, ő bennmaradt a gépben, és a másik csávónak nem tűnt föl, hogy nem jön vele vissza senki, vagy azt mondta neki, menjél nyugodtan, anyát, itt el. Addig átveszem. Igen, itt elpakolok, majd becsukta magára az ajtót, és bennmaradt a csomagtérben. De nekem ez egyébként nagyon tetszik, hogy valaki tényleg ennyire szerelmes. Tehát, hogy valaki tényleg ennyire elhivatott, hogy nincs jegy, lemaradsz, nincs pénzed, és megteszed ezt a barátnődért. Ez olyan romantikus, nem? Hogy fellógsz egy gépre. Hát ez egy tinédzserkori dolog, amit végre kell hajtani, nem? Amikor kiszöktél a barátnődhöz, konfliktusba kerülsz a szülőkkel, megszöksz éjszaka, kimentél hozzá, meglátogattad, bementél a lány kollégiumba, életed kockáztatásával. Hát ezek romantikus dolgok. Én egyszer annyira szerelmes voltam, hogy kőbányára is kimentem. Nagyon bátor. Tényleg? Hallott? De Kispestről átmentél kőbányára? Lőrincről, azt távolabban. Lőrincről elmentél kőbányára? Ráadásul kerülő úton. Miért? Hogy ne érjél oda? Hallod? Nem, mert rossz buszra szálltam. Annyira szerelmes voltál, hogy elviszed a nagyon, busz? Nagyon. De jegy nélkül mentél a buszon? Mert akkor az ugyanaz a sztori, mint ez a repülős. Ráadásul vicceltem. És kivárt a másik oldalon? Tehát egy csajért csináltad ezt, igen, hogy te randizhass egy csajjal? Igen. És azt tudjuk, hogy ott volt a randin? Vagy te lekésted a randit? Hát ott lakott, Móniról van szó. Ja, ott lakott. Persze. És ő tudta, hogy te mész? Aha. Várt? Nagyon várt. Várt. Csak miután 2 órát kerintél a másik busszal. És akkor mi volt? Bementél egy panellakásba, fölbotorkáltál a negyedikre, és izgulva ajtót nyitott? Nem engedtek be, úgyhogy nem mentem be. Ja, nem tudta, hogy jössz? Ja, ha igen, mert becsukta az ajtót a nagymuter. Nem tudta, hogy jövök, és nem tudtam bemenni. Ide aztán nem jön be senki, igen, nem jön be senki. Nem jön be senki, nem fogsz vagyok csapszolni. És akkor Móni jött ki, vagy lépcsőházban. Lőrinc is volt. Lőrinc is volt, igen. Kis proli. A lőrinci prolikhoz nem adjuk oda a lányunkat. De ez nagyon jó. És akkor a ilyen lépcsőházas linoleum most ilyen fél... Nem. Ők egy másik kategóriához tartoznak, nem ahhoz, mi. Hogy, nem, ők egy kis családi házas volt. Szép helyen. Egy szép családi házas, stb. És nem tudtál bemászni az ablakon, át a kerítésen, be az ablakon? Nem, mert ott volt Tony kutya. Tony kutya pedig kiszámíthatatlan volt, és akkor még nem szeretett annyira. Tehát két védelmi vonal volt Móni körül, Tony kutya és a nagymama. És ebből a nagymama harapott durvában. Igen. Tehát ez azért volt veszélyesen, Tony kutya az egészen kezelhető lett volna, a nagymama viszont nem ismerte az ügy, állj, fekszi, semmit. Tehát nagymama csak azonnal gyakran ment. Neked volt valamilyen nagy szerelem, amiért így tettél valamit? Mert olyan szimpatikus ez a történet. Nekem tetszik ez a srác. Már abban az értelemben, hogy ennyi mindent megtesz, hogy mit tudom én, nem tudom, tényleg levágtatok egy kecskét egy kényszervágáson. Mi minden nap levágtunk, ne hülyéskedj, persze. Ma is malacot áldoztunk, valamint birkákat. Főültél szamár, és áthajtottad magad a másik faluba, hogy... Hogy átbicikliztél Battonyát. Ez konkrétan volt, még ahogy én elballagtam negyedikben, akkor a szerelmem ott maradt, és ő lett negyedikes, mert egy évvel fiatalabb lánnyal kezdtem, és akkor történt meg, hogy új kígyósra kerékpárral, illetve többször is, mert egyszer stoppal, és akkor be kell vallanom egy bűnöletet, az kerékpárt loptam, mert nem tudtam visszajönni éjszaka. Azért az jó? Az kemény. De ez már a hazafelé menetel volt, oda még stoppal el tudtam menni, vagy talán busszal, már nem is emlékszem, az volt a lényeg, hogy hát ott kellett maradjak egy kicsit éjszaka a lány kollégiumban, és amikor hajnalodott a dolog, akkor el kellett indulnom visszafelé. De annyit mondja, hogy odaértél éjszaka? Már, hogy célba értél? Persze. Célba? Na, jó. Oda. Oda. Csak lekésted az utolsó buszt, mert jövögetek. De abban az értelemben odaértél? Oda. Úgyis odaértél. Úgyis oda. Jól van. Úgyis oda. És aztán pedig kerékpár eltulajdonítással átjutottam, azt hiszem, Medgyes egyházára, mert onnan már volt csatlakozás. És aztán másnap kocsival visszamentem, és visszahittem a bringát a kocsmáré. De milyen korrekt vagy. Most nem ez jó, de ezek nagy hőstettek. Ennyire nem lukadtam be. Nekem is volt gimnázium egy barátnőm, és
nagyon szigorú volt a nevelőapja, meg üvöltözött velem, és mondta, hogy menjek föl egy kicsit, és védjem meg. Kis poszkiba beültem. Ablak letekert, kemény vagyok. Letekertem az ablakot, a lány Pili Szentkereszten lakott, ez dobogó kör, háromszor robbantam le a föl Szentkereszti körülbelül, az autó nem ment föl, mindig meghalt az aksia. És tudtam, hogy az öreg mindig bent áll az ablak mögött. De hogy mindig kikísérte a lányát, sose integetett meg semmit, csak állt az ablak mögött, függöny volt, és nézte, hogy kijön érte. Mint Norman Bates. Igen, egyébként tényleg. És tudtam, hogy ott van. És egy nagyon nagy veszekedés után mondta a lány, menjek el, mentsem ki, tudod. És fogtam a... Akkor az a kormányzár volt, emlékeztek arra, hogy föltettél a kormányra, meg a pedálra. Igen. És a kormányt és a pedált kötötted össze a kis poszt. Egy méteres vasrúd. Széthúztad, egy méteres vasrúd, és ilyen kampos volt a vége. Kintottam a kis poszt kiajtaját. És fogtam ezt a nagy rudat, tudod, és így leraktam a betonra, így leengedtem, a kezembe volt, leengedtem. Látványosan? Nagyon látványosan, és elkezdtem így húzni a betonon. Úristen! Tudod, mutatva, hogy agyonvertek a vascsővel, te szemét. Mint a Nyikitának az elején, amikor jönnek az utcán. Igen, mert tudtam, hogy néz. És így végig húztam így a betonon, tudod, ami így odaütődött ez az érces, ugye ez egy vascső volt tulajdonképpen. Mire üzent a csávó a lányon keresztül következő héten, hogy ne fenyegessem egy esernyővel, mert kilövi a szemem. Esernyő. Mert a hülye nem látott, tudod, csak azt hittem, hogy egy kis hülye, egy kampos hülye egy esernyőben fenyeget. Te jó. Mondja, hogy ne fenyegessem, mert kilövi a szemem legközelebb, tudod. De miért nem két baltát ütögetél össze, mint a kobrában, tudod. De várjál, tulajdonképpen a mondatban nem az esernyő volt a lényeg, hanem az, hogy neki volt puskája. Volt puskája, kilövi a szemem. De hogy én nem tudom, mit gondoltam, vagy én mit akartam neki üzenni, csak én éreztem, hogy figyelj öreg, nálam van egy vascső. Rohadt kemény. Nehogy eljárjon a kezem, tudod, és Isten, le ne robbanj, jaj, csak el tudja kidobni, ha kijön mennünk el, tegyem egyesbe. Na mindegy, leányzó kijött, elmentünk, és utána egy hét múlva jött az üzenet, hogy én ne fenyegessem őt esernyővel. De olyan büszke voltam magamra, hogy ezt kis polszkival egyébként, a 650 kis köbcentivel felküzdöttem magam Szentkereszt, és ezt megtettem, hát ezek nagyon jó. Nagyon jó dolgok. És jövő héten, mikor mentél? Nem láttam többet az öreget, nem volt utána. Valami, tehát találhatott is, mert utána egészen. Mi lett volna, hogyha így nem egy ilyen fenyegetőzős típus az öreg, hanem ilyen rögtön cselekvős. Kijön egy kasszával. Húzod magad utána ezt a vascsövet. Nem, hanem csak hallasz egy ilyen kis hangot, és egy ilyen négy és feles kulót, tudod, így szétkerődik a homlokodon, tudod, egy ólomdarab. Igen, de úgyhogy nem hallok meg, csak tényleg kilövi a bal szemet, tudod. Tüzelnek! De kemény vagy! Rohadék, lőt, tüzelnek! Hallanő ezt a tök jellegzetes jelen, amikor a lépuskának megtörik ugye a csövét, így és így újra tölt a rohadék. Igen. De egyébként magam sem tudom miért, mit akartam megverni, nyilván nem vascsővel, egy kormányzárral, nyilván csak megmutatni, hogy figyelj, a lányod olyan pasival van, hogyha kell, bemegyek a tyúkba a kis poszkival, érted, az előveszem ezt a vascsövet, és agyon verlik meg. Az igen, esernyőnek nézte. Úgyhogy hát igen, az ember sok mindent megtesz, akkor a szerelmes. Na, nézzük meg, hallgatók, mit csinálnak. Jó, drága hallgatók, ha már itt volt ez a kis fiatal ember, aki egyébként egészen Londonig repült volna az ő szerelméért, ami tényleg egy nagyon romantikus történet, és még a nyakába vette azt is, hogy akár börtönbe kerülhet, egyébként aztán nem tartóztatták le. Nézzük meg, hogy hallgatóink kicsit ilyen szerelem ittasan mi volt az, amit megtettek. Bemásztak, megszöktek, verekedtetek, lánykérés nehéz körülmények közepette. Yeah. Bármi olyan, amikor valamit megtettetek ti azért a lányért, akit régen szerettetek. Nehéz lesz überelni minket, ha azért érted. Hallod, egy viccelés kőbányára, egy bicikli lopás és egy esernyőnek látszó tárgyal való fenyegetőzés egy lefulladó félben lévő kis poszki mellett, hát azért. Na de milyen romantikus ez, milyen romantikus ez. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.